Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Ilyenkor mindig várunk egy kicsit még, tudod, Zsű, hogy szóljon az ele, de most nem szól. Szevasztok, jó reggelt, árván esőben egyedül. Megnézem a telefont, hát ha érkezett jelzés, de nem. Úgyhogy most az van, hogy zenéljünk, azt akarod? Jó, de megmutathatjuk a tegnapi ismétlést. Van egy csomó olyan dolog, amivel el lehet ütni ilyenkor az időt, amikor egy háromfő stábot elmosott az eső gyakorlatilag. Hát szerintem ez történhetett, mert Janit már láttam itt, de őt úgy tűnik nem érdekli annyira az adás. Ja, de jöttök lassan, jó van akkor. Hello! Csövi! Csekomáko, hogy vagytok? Jó volt az egésznek, ez jó volt? Micse? Jó volt, minden oké. Jó. Minden rendben, minden oké. Minden. A szarér ér véget ilyen hamar ez a számát. Értitek te ezt? Érted ezt, Jani? Minden észidész ilyen. Hát komolyan mondom, hogy van ez. Mindig ezt mondod, hogy mindegyik egyforma és rövid. Én komolyan mondom, én észidészi zenekarba akarok újját születni. Kész. Axel milyen jó benne. Most elmondom, mi történt. Hallgattam a kocsiba az AC/DC-t, mondom, jó van, van még 3 percem. Erre jövök be, és a Jani mondja, ez elúszott. Mondom, mi? Hát ez elúszott. Mondom, akkor ne is rohanjak. Hát ne. Mondom, ez elment. Ide érhettél volna. Ez elment. Hát mondom, még valami csúnya baleset lesz belőle, mondom, összeakadnak a lábaid, beütött az arcodat, a padlószényeg, vagy a laminált padlóba. Mondom, ebből csak baj lehet, most már ne rohanjál. Azt hittem a felsőbre, meg a gatyámra gondolsz, hogy vagy kifordítod, mondjuk, hogy ez nem jött össze. Valamit rosszul vettem föl. Elúszott. Mi úszott el? Ja, megszólalás. Nem, hát mondom, akkor ne rohanjunk. Nem a stylingra gondoltam, hanem erre. Mondom, hallottam én is egyébként. Tehát csengetett egyet a mikro. Mondom, még van belőle biztos legalább 1 perc. Elkezdtem tölteni a kis ristejét a kis zabomra. És már én is a szignálom. Hát ez így nem annyira rövid szám egyébként. Nem. Tehát 3-13-as. Írhattak volna 4 percet is belőle. Egy sima négy ebben még volt. Egy perc még volt ebben. Tehát nem értem, hogy miért kell ezzel így csísietni. Viszont hát az idő, hát ez egyszerűen tragédia. Már tegnap estére mondták, hogy ide fog érni a vihar. Én tegnap, itt tudom én, a 10 óra magasságában néztem a hírkeresőt, és akkor láttam rajta, hogy a Balatonnál már szakad meg, hogy a vihar már a Balatonnál van, és hogy ide fog majd érni. Marhára nem ért ide, most ért ide, hogy... Igen, most kivételesen meg kell őket védenem, mert ugye azt mondták, hogy tegnap este a nyugati országrész, és akkor éjszaka, éjfél egy körül éri el Magyarországot. És akkor ahhoz képest kicsit még csúszott lassabb volt. Budapestet, igen, és csúszott. Nem, mert már ilyen 3-kor már nagyon viha. Én fönn voltam a gyerekkel 3-kor, és ott már nagyon fújt a szél, meg ott már nálunk például már kezdett szemerkélni, kinéztem, és mondom, még nem esik, de már úgy ott volt. Föl is ébredt a gyerek, a kicsi, meg a nagy is. Meg te is. Meg igen. Meg mindenki. Csak Viki aludt. A szomszéd egy darabig aludt, de megdobtad kővel az ablakát, hogy azért is. Jó, a fráz jöjjön rá, igen, bevágtam egy féltéglával az ablakát. Nálunk van egy ilyen, nem humán, hanem egy ilyen állatmeteorológiánk a macska. Tehát, hogyha a macska nem akar kimenni, tehát kinyitjuk neki reggel az ajtót, és olyankor már mindig már tolja kifelé rettenetesen erőszakosan, hiszen agresszív és irritáló módon a kis pofáját, hogy ő már szaladnak kifelé. Engedjetek már ki! Már ettem! Engedjetek már ki, szolgáim! Mazalusaim! Csicskák! Mert a macska az így áll ugye a gazdáihoz. Szerintünk mi vagyunk a gazdái, de szerinte nem. És most megtorpant nem a küszöbben, és azt mondta, hogy nem akarok kimenni. És innen tudtuk, hogy hát ebből baj lesz. A macskánál jobban semmi jelzi, hogy jön a rossz idő. Hogy miért nem csap bele a villám az autóba? Azt mondjátok meg. Mert magasabb pont nála. Igen, De ez azért nem állja meg a helyét, mert a focistákba is belecsap, miközben ott a stadion. Tehát, hogy nem mindig magas pontba csap. Feredély kalitka és a gumi levezeti? Lehet. Nem, a focistákban, hogy hívják miatt a minőség és a játék színvonal, amit is jó Isten is úgy nyomá, hogy... Jó Isten is úgy nyomá, igen. Szóval ezen gondolkoztam, mert olyan viharba jöttem, és azon gondolkoztam, pont Vikivel beszélgettünk, most belecsap, akkor itt mondom, itt most lehal az elektronika, és fölrobban a benya, és mondom, itt ülünk 80 liter teli tank benzinem.
Hát gázolajon, tök mindegy. Picit túlgondoltátok, tehát hogy azért nem egy izé, egy időszett bombán. Hát de most ha belevág, de hogy miért nem vág bele? Lecsavarja a kupakot a villám, és belemegy. Miért nem hallod azt? Hát ugye? Ilyen nagy verben, az M7-esen kiégett egy autó, villám vágott bele. Hogy az M1-esen, tehát ez miért nincs? Légömény keletkezik a fejed felett, tessék? Hiányzik. Nem tudom a fizikai magyarázatát. Ugye a repülőbe belecsap, azt tudom. Tehát a repülő levez, belecsap, és a Faraday kalitka elve alapján a szárnyán kivezeti, levezeti, átmegy, nem sérül az elektronika, te nem érzed. De az autóba bele se csap, nem? Hiába vagy gumin, nem csap bele. Tehát nem vezeted le az áramot. A feszültséget és bele a betonba nem vezetett bele. Miért kiméri az autókat? Kis fizikusok. Mi a fizikai magyarázat? Kis fizikusok, magyarázzátok már ezt meg nekem, hogy amikor például pusztaságba mész és vihar van, és tényleg hortobágy, akkor se az autóba csap, vagy nagyon-nagyon-nagyon ritkán, pont a fejünk fölött villámlott, durogott, láttuk, hogy ott a Csepeli toronyba belevág, meg ott. Tehát nagyon-nagyon magasan voltunk, hogy jöttünk át ott a hegyrészen, a síkság fölött, a hegyen, a 150 méteres magasságon, onnan letekintettem, és nem tudtuk megmagyarázni. És ez most engem így érdekel. Uh-huh. Hogy mi a magyarázata az autóban nem belecsapásnak? Egy rossz hírem, mi se tudjuk a megoldást. Azt szeretném kérni a kedves hallgatóktól, hogy 18 év alatt, aki tudja a megoldást, az ne jelentkezzem, az már nagyon megalázó lenne. Az szörnyen megalázó, igen. Már megírhatja. Igen, de tényleg, oké, tudom, hogyha belecsap, nem csap, meg, nem zár meg, mert ugye nem vagy leföldelve, gumim levezeti. Tehát elvileg túléled. Lehet, hogy az belecsap, csak nem is érzed, nem? Vagy nem látod. Hát gondold, de itt vannak ezek az autók tele elektronikával, mindenben. Ja, meg kéne, hát az kapsz egy ilyen, nem tudom, 1,600 gigawattos energiát, amit a villám belevisz az autódba, hát azért az annak valami hatása kell, hogy legyen az autóra. Az nem megy csak úgy át rajta. Bár a röpzajon is átmegy. Igen. És nem zavar bele az elektronikába a röpzajnál sem. A röpzajnál sem. Na? Szerintem a röpzajnál sem zavar bele. Akkor hogy túl gyorsan jöttél, és nem ért utol a villám. Ja, az egyébként lehet, ott van, kapd el! Szórta az úristen a villámokat, de annyira gyorsan nyomtam, hogy nem ért utol. Na mindegy, jó, van erre egy értelmes fizikai magyarázat, biztos, az valaki magyarázza meg, de nem az, hogy miért nem ráz meg, hanem eleve miért nem csap bele. Uh-huh. Ugye, hogy egy tök hétköznapi dolog, és tök hülyék vagyunk. Hát vagy túl sok van, és összezavarodik a villám. És most ki öt, vagy nem? Egy Dacia, egy Logan, egy Multipla, egy Range Rover, egy Audi, egy BMW, egy X6, miért becsapjak? Ott egy Cayenne, nem szeretem a Cayenne-eket. És fölégeti az összes Porsche Cayenne. Ja, te Skoda Ford, egy általában nincs is elhatanak, jó, falám, nem tudom, mit kezdeni. Adjatok egy Touareget. Ja, Istenem. Azt mondja az SMS író, nem írta alá, hogy a főni első napján elkésni. Az új főni első napján elkésni, hát a pofám lesz. Igen, vannak hírek, hogy ha az ember fölmegy, pölő a hírkeresőre, amit már az előbb említettem, és bejött, hogy Klassz FM, akkor az első 50 találat mi vagyunk. Tehát, hogy így más nem lehet a Klassz FM-re, de hogy egyébként 50 találat. Tehát, hogy legutoljára mikor írtak, amikor Balázs beszélt az MTV-n. Nem, mikor elmondtam, hogy milyen helyen dolgozom. Igen, volt az utolsó. Az, megértem, milyen rohadt igénytelen helyen dolgozom. És nem magára a rádióra, persze, mint emberállományra mondtam. Én szerintem az új fő, nem, olyan sűrű napja volt tegnap, én még láttam ott egykor a press konferencen, ott még nyomta nagyon, úgyhogy az új főnek nagyon sűrű napja még volt, szerintem ő még az igazat kálmát alusszák, bárki is ő, és bárhol is persze, alszik. Persze. Meg hát az is volt összezavarodva egy picit, mert előse itt áll, hogy egyébként így. Először volt itt nálunk. Igen, tegnap. Most bár tiszták voltak a függöny. Igen, körbenézett, és azóta sem hiszi el, hogy mit látod. Tényleg? Ez mind az enyém? Húha. Ezt mind én vettem? Azóta rácsokat is az ablakon? Nem rossz. Érdekes. Nem rossz. Amerikában nincs ilyen. Ez érdekes. Körülmények között dolgoztok ki itt Magyarországon. Kiváló munkát végeztek. Nem rossz. Egy szólt múlt század. Csináljunk belőle múzeumot. Szedjünk belépőt emberektől. Jasítottam egy darab történelem. Igen. Na. Azt mondja, hogy a föld nagy kapacitása miatt csap bele a villám a vezető dolgokba, de az autógumi kerekei nem azok. Vezet. Akkor csak ennyi. Mi az, hogy a föld nagy kapacitása? De a hülyéknek úgy magyarázzátok meg, jó? Hát, hogy az semmi idegen szó ne legyen. Ugye összeköttetésben van a föld, tehát azt nem szigetelik le alul. Igen? És a villám az olyan helyet keres, ahol minél hamarabb le tud csapódni a földbe. Aha, az tehát a villám egy organikus lény, ami gondolkodik, és azt mondja, hogy itt van az autó, de nem, nekem inkább jó lesz. Igen, nekem jó lesz az a távközlő pózna,
inkább oda csapok. Igen. Igen, és már meg így meg van magyarázva a focista is, mert ő két lábbal áll a földön, érted, a helyet, hogy futna. Hát kivéve, aki el van szállva, az viszont igen, a bele. Akkor ha a szállt focistában nem csap a láb, a villám, csak aki... Például. Igen. Csak akkor a leföldelt focistában. Aha. Hát a földi potenciált keresi, amit a gumik jól elszigetelnek az autótól. Aha. Tehát akkor okos a villám, és gondolkodik. Intelligens villámok csapkodnak itt körülöttünk. Jó, én meggyőzhető vagyok, én bármit elhiszek egyébként, csak úgy érdekelnek ezek a teljesen egyszerű dolgok, amire úgy nem tudja az ember a magyarázatot, mégis napi-napi történik körülötte. Tehát, hogyha lelógna mondjuk egy lánc a kocsidról a földig, akkor viszont veszélyben vagy, ugye? Ez igen. Azt jelenti, nem? Igen. Igen, de nem lóg le. Jó, hát de hála, ha véletlenül. Jó Isten. Hát most az ebben bármikor lelóghat. És mi a csecsem a villám? Na? Mi a csecs? A villám? Mi a csecs? Most a... De történik egy nagy elektromos kisülés. Egyébként miért? Zivatarfelhők találkoznak. Mitől jön ott létre? Pozitív és negatív töltés. Uh-huh. Igen? Sűrű felhők között mivel lévő. Mivel volt elfoglalva annak idén a fizika órákon, hogy ezeket a kérdéseket nem annak tettek fel? Honnan esik az eső? Aki mondjuk egy autentikus forrás lehetett volna. Tehát akinek el is hitted volna azt, amit mond, mert mi most hiába mondunk mindent, vagy bármi. Én nem pozitív és negatív a torsi, azt mondom, hogy a hideg és a meleg levegő. De lehet, hogy azért pozitív-negatív, tehát hogy a hőmérsékletbeli különbség. Nem, ez töltésbeli különbség. Töltésbeli különbség, nem. Tehát van egy felhő, ami pozitív töltés. Most a villám, mondom. Hogy mitől jön létre? Igen, ettől van egy felső pozitív, alatt egy negatív, meg még kell hozzá egy, azt hiszem, a föld, tehát pontosan azért nem tudom, nem, erre azért nem ennyire, de az biztos, hogy nem a hőmérséklet, hanem a töltése a felhő. Tehát különböző töltésű felhők igen. vannak a fejük igen. fölött? Igen, ugyanúgy, és azok találkoznak? A vonalzó, meg a hajad összedörzsölődik, ez valószínűleg ugyanaz, hogy a kettő dörzsödik egymás, egy kisülés van. Olyan csicseri borsó fasírtot ettem tegnap. Jó volt, te! Egyszerű fizika gyerekek, és ülünk hülyén. Hát, szerintem is, de nem tök érdekes, hogy mennyi minden történik körülöttünk. Én nekem ezt meg kéne magyaráznom, engem egy negyedikes adásban. Egy negyedikes agyonvágna engem ebben, hogy kisülyen, magyarázd meg, mi a villámot. Rágnám ott a tollamat, a kis panc tollamat, a kis négyszínű tollamat ott rágnám nagyon. Mondd meg nekem, hogy miért nem csap bele az autóba. Hát vért izzadnék, mire én azt ott levezetném a saját kis tudományos hitrendszeremmel, hogy miért nem csap bele az autóba a villám. Na hát biztos van rá logikus magyarázat, majd valaki megírja. Azért vannak nálunk okosabb hallgatók is, akik járatosak a fizikában, meg figyeltek a fizika órán. Én nem figyeltem a fizika órán. Ahogy a többi sem figyeltem egyébként. Amúgy az más dolgod. Igen. Minden trolibuszon lánclóg, az veszélyes? A repülő sem érintkezik a földdel, mégis belecsap, tehát az nem jó, hogy olyat keres a villám, ami a földdel érintkezik. De jogos? Hogy nem. De... Hát a repülő nem érintkezik a földdel. Hát de az más. Vagy nagyon hosszú kereke van. Hát 10.000 méteren. De hát nem... Az érintkezés az akkor... Várjál csak. Igen, tehát azt mondják, hogy az autóba is belecsap, csak ugye nem érzed a dolgot, mert nem megy át. Tehát nincs földelés. Steak burgonya is volt hozzá. Tényleg? Jó aha, volt. Meg rántott sajt. Nem volt rossz egyébként. És ha kiállok, egy utolsó kérdés, ha kiállok a hortobágyba viharba, és azt mondom, csap belém, és felveszek egy gumicipőt, akkor túlélem? Tudja, nem házi barbecue szósz volt hozzá, hanem ilyen tubusos előre elkészített. Nem volt rossz, hogy raktam bele még egy kis tabaszkó szósz, egész jó volt. Vagy fölállok egy ház tetejére, és belép csap a villám, de én le vagyok földelven, magas gumitalpú cipő, akkor átmegy rajtam a villám, aha, és céklával szeretem. Azt céklával? Is hozzá. Bébirépa is volt hozzá? Bébirépa is volt egyébként hozzá, meg egy picit csemege uborka. De tényleg korrekt volt. Picit szerintem túllettem magam, mert utána volt egy ilyen paleo kókusztorta, úgyhogy... Paleo kókusztorta? Nem, kellemes volt. Jégkristályok dörzsölődéséből lesz a feszültség. Este elmentem masszíroztatni egyet. Tájmasszázs? Tájmasszázs. Jó még volt? Tájmagyar kapcsolatokat ápoltam. Másfél órás olajos? Nem volt rossz, régen voltam már, és ugye ők mindig hívást látnak mindenféle csomóval, amit az ember testén találnak, úgyhogy egy-két helyen azért már számoltam vissza az időt, hogy 5, 4, 3, 2, mindjárt befész, mindjárt. Akkor a klasszik tradicionális táj volt, nem az nem, olajos? Nem. Az a baj, hogy ilyen átmenet volt. Egy hibrid volt, úgy tűnik. Úgy találtam valamit. Szétdörgölöm, akkor is abban lepusztulok, gondolta ő. A bevásárló kocsin is lánc van, akkor a bevásárló kocsiba is belevág? De az nem ér le a földig. Hello. De maga a kocsinak az alja leég. De gumikerekű. Igen. Na? Nem szeretem, egy picit olyan, akkor mindig így ilyen fáradtan kelek. Amikor sokat eszel, ugye? Amikor sokat eszek, mert ugye egész éjjel lemésztek. Ezt ismerem, ezt az érzést. Én meg közben a fizika nagy dolgain gondolkodtam, ezért nem tudtam aludni. Hát érted? Mennyi nyomasztó gondolat van a fejemben? Hát. Mindezeken gondolkodom.
megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Az öngyógyításról beszélgettünk, és voltak önjelölt öngyógyítók, mert hogy kiderült, minden családban van ilyen. Úgyhogy ezt megmutatjuk, jó? Hogy miről volt szó tegnap, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan. Ennyi. Nincs benne, ja, szóltam. Figyelj, itt nem lehet veled vitatkozni. Tedd a dolgot, tudod mi az. Kelj föl, most meg a fogad, mennyi dolgozni. Vidd a gyereket az iskolába, hallgassál bennünket 10-ig. Érted, egy pókerre már nem dobsz lapot, nem? Tehát ennyi. Ennyi, kész, visszalátrasson, húzom. Írj SMS-t, ha játszanál, húzd le a WC-t a pisiütél, kapcsold le a vízforralót, pláne a kakiütel. ez a meló, minden reggel. Csukd be az ablakot, mert hideg van, öltözz fel rendesen, vigyél esed. Így. Csomagol Juzsonnát, szállj fel a buszra, azt mennyi dolgod. ez a helyzet, gyerekek, ma reggel. Soproni határ fél óra átjutása, aki teheti, kerülje. Kati és Marjan küldte nekünk. Emlékeztek, régen az autókon volt egy gumicsík, amire egy villám volt felfestve, az alvázra volt szerelve, és olyan hosszú volt, hogy leért az aszfaltig egyébként, de erre emlékeztek. Fölelek volt. Dacia-kon, Ladákon egy pici vékony gumicsík leért a földig. Az ez volt? Az ezért volt? Hát ezt soha nem értettem. Egyrészt ugye mindig azt hittem, hogy valami leszakadt az autóról, hogy éppen esik szét, mint gyakorlatilag minden. De ezért ez egy fölösleges dolog volt. Teljesen. És ilyen kis színes csíkok voltak rajta egy keresztbe. Soha nem értettem. Jó, számolatlan ilyen felszerelési tárgyult a légi ladákon. Nálunk igen. Nálunk nem volt erre szükség, mert a moszkvicsünk mindig annyira meg volt rakva a csomagtartó, hogy a kukoricás zsákokkal leért. Igen. Hát, hogy akkor ezért leért a kaszni. Na, viszont... Fehérvára már kisütött a nap, ez mindenképpen jó hír. Ez mindenképpen jó hír, ugye ez nyugatról jön, úgyhogy nyugaton lesz először jó idő, és aztán szépen majd itt felettünk, majd pedig kelet felett. Úgyhogy jó, ott már alakul az idő. Ma már itt is eláll egyébként. Holnap pedig már egészen jó idő lesz. Na, hogy állunk játékkal? 1-0. Jól, tegnap behúztuk? Igen. Jól van. Lehet jelentkezni játékra, ha játszanátok, írjatok SMS, mi pedig jövünk Ákos híre után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 9 perc múlva, pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Ajkán a Kukai út előtt mérnek, vigyázzatok. Csepelán a Csepeli úton, Szigetszent Miklós felé alakul a dugó. Tűzoltók az úton. Nem működnek a lámpák a határúton, az M5-ös kereszteződésénél, a híd a dugóban mindenki megy, minden felé, szép napot, Dávid. Valamint a Bosnyák téren sárgán villognak a lámpák. Na látod? A lámpákat is tönkre teszi. Hát a vezérlés. Gyakorlatilag mindenért a villámlása felelős. Nem lehet, hogy ez a lámpa egyébként sem működne. Nem, vihar után tényleg nagyon sok helyen. Tűzoltók is azért voltak, aki meggyulladt az aszfalt. Igen, kigyulladt az aszfalt. Nem küldte el senki egyébként az észszerű magyarázatot, mégsem. Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra megyünk? 1-0-ra megyünk. Igen. Ugye? Igen. Jól van. Megnézzük akkor, hogy ki a 7 második játékosa. Még nem, de játszunk egymással. Kimondtad a nevet. Adjuk be. Halló, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt, hello, ciao. Hogy hívnak? Andi vagyok. Andi, hello Andi. Honnan hívtál minket? Bajáról. Milyen jó kedved van, Andi. Huncut angolban. Volt valami az este? Nem, én mindig ilyen vagyok. Tényleg? Akkor milyen vagy, ha lesz, vagy volt? Ah, mindenki, tényleg. Mi újság? Honnan? Bajáról azt mondtad? Baja, igen, dolgozok éppen. Dolgozol? Tehát kevés ember van, aki ennyire ül a munkájának. Mit csinálsz? Én forrasztok kábeleket. Forrasztasz kábeleket? Női kábel forraszt. De egész nap ugyanaz a mozdulat? Hát, változatos egyébként, nem olyan vész, hogy nagyon szeretem, tök jó. De jó, és mitől van most ennyire jó kedved? Hát, hogy hívtatok, basszus, már mióta próbálkozott meg minden, nem sikerült. Komolyan, régóta szeretnél játszani? Igen, játszunk. Én is mindig ezt mondom a feleségemnek, meg azt mondja, hagyjál a lehet. Játszunk. Igen, én sem mondom mindig magamnak, játszunk, Balázs, játszunk. Na, kivel, Andi? Veled. Igen? Igen. Fáradt szegény. Megtört férfi emberül itt. Hát van itt két. Alig aludt éjszaka, engedd már el, Andi, tényleg. Nem baj, játszunk. Nézd. Na. Most tényleg. Kivigy a szopát. Elszánt. Te kis erőszakos vagy. Elszánt, Andi nagyon elszánt. Az első 3 hónapunkra emlékeztetsz a nejem. Nem volt az 3. Na, mehetünk? Mehetünk, igen. Jani? 3, 2, 1, fire!
Na, mi a helyzet a lepkehimlőddel egyébként? Javulok, köszönöm kérdésedet, javulok. Még kicsit így kapar a torkom, meg köhögök, meg nátás vagyok, meg fáj a fejem, meg vizenyős a bokám, meg visszeres a térdem, de egyébként minden. Aha. Egyébként minden oké. Okay. Te is beteg vagy? Semmiképp. Az jó. Én ilyen egészséges féle vagyok. Tényleg? Hiperaktív, persze. Mindig ilyen hiperaktív vagy? Persze. Ezt hogy bírják a kollégáid? Ez nehéz lehet. Ó, egyébként, hogy a munkámban elmegülök, és akkor én ott jól el vagyok így egymagamban. Ez egy csöndes munka? A forrasztás, vagy tudtok közben beszélgetni egymással? Tudunk beszélgetni, persze. És te vagy a társaság középpontja? Hát így. Kérem? Hát ez így. Szóltál? Tessék? Mondtál valamit? Rendben vagyok. Próbálkozok beszélni, meg ilyesmi. Jól van. De nem nagyon megy. Aha. Jól van. Sikerült. Igen. Kircsi. Jaj, de jó. Ez gett a léc. Kircsi. Azt mondtad, Kircsi? Igen. Úristen, de rég hallottam ezt a számot. Vagy ezt a szót, hogy Kircsi. Jó van, figyelj, megadjuk. Hát nem megadjuk. Mert passzivitáshoz azért kevesebb kell. De megadható. Nagyon izgultam. Jó, hát beszámítjuk annak. Éppen, hogy csak, de átcsúszott. Jó, mindig ilyen elfogadok vagyunk tulajdonosváltás után. Jó, de jó. Igen. Hozzá vagyok szokva. Pár évent elszem. Igen. Másnap mindig sokkal kedvesebbek vagyunk, mikor tulajdonost váltanak. Jól van, megvan az ajándékcsomag. Jó, küldjük köszönöm neked. Szépen. Örülünk, puszi neked. Puszi, sziasztok. Ciao, hello. Hello. Szólj már az új tulajnak, hogy akkor ruházom egy kicsit, nem? Aha, igen. Hogy egy-két dologra, amit nem működik a stúdióban, hogy ütnünk el a mikrofon, mert mindig van valami búgó hang, hogy akkor valamit csináljunk már. Hát, ha majd most. Az előző garnitúrának ez nem sikerült megfejteni. Hát, ha majd most. Egy kicsit reménykedhetünk, hogy jobb körülmények között fogunk dolgozni. 4 perc a pontosan 7 óra, drága hallgatók, mindenkinek ébresztő, elment a vihar, jön vissza a jó idő, úgyhogy van remény, higgyetek el. Jönnek a hírek, aztán jövünk a hírek után. Leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, 9 perccel. Hello mindenkinek! Ha most haragszol valakire? Hogy kezdte? Zsül, összerezzen be. 7 óra után vagyunk, kirecbe! Megérkeztem az adásba. Figyelj, ez ennyi. Zsül is eddig alibiztem, de most azt mondtam neked, hogy Bali, te ezt nem csináltod meg. Te vagy az ország legjobbja. Nem alibizhetsz. Kimentem, belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, csapj oda, Bali. Kicsit így megpofosztad magad két oldal. Tedd oda magad, jó. Bali, ez nem te vagy. Amit itt az elmúlt fél órában csinált, ez nem te vagy. Felszívtam magam. Megnyomtam magamat, és azt mondtam, gyertek, barátaim! De jó! Örüljök! Csak azt mondtad magadnak, hogy ez elmúlt fél órában ott csak valami kis ilyen szibarita váz, egy ilyen baláspótlék, egy halvány baláspótlék volt. Cikória. Kávéhelyet, cikória, cukorhelyet, édesítő, egyfajta rossz pótbalázs ülben, és mondtam, nem, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Valójában nem te vagy. Még akkor sem, ha a folyosón... Még akkor sem, ha a folyosón a fejemre esett egy vakolatdarab. Mondtam, hogy ezt akkor sem engedhetem meg magamnak. Beleboxoltál tükörben, te arra gondoltál, hogy most ezt fogod nézni 4 évig. Igen, akkor sem, amikor elcsúsztam, mert az előszobában felcsavarodott a linoleumát. Igen, és megint folyik az ivóvízautomata. Folyik az ivóvízautomata, és most, hogy eső van, kicsit beázott a folyosó. De azt mondtam, nem érdekes. Felejtsd el a körülményeket. Napóleon is kegyetlen körülmények között harcolt. Így van. És ugyanazt tettem, amit a sereg elvett. Úgyhogy ittam az esővízből, letérdeltem, lefetyeltem a folyosón az esővízből egy kicsit, aha, és azt mondtam, hát akkor menjünk így a csatába, dolgozzunk így, aha, ha így van ránk szüksége a népnek, menjünk így. Aztán mondom, elestem a linoleumban. Igen. De ez sem megy vissza a lendületből, begurultam egészen a stúdióim.
napóleonos mindig úgy élte, hogy a katona, jó, mondjuk ő Moszkvától lóval jött vissza, miközben a többiek megfajtak és egymást tették, de hát... Jó. Na de legalább jó, odáig. Na de legalább odáig úgy ment el, és ugyanazt kérte. Na de ki után mentek volna, ha ő nem jön lovon elő, érted? Hát nem tudták volna, merre kell hazajönni. Hát akkora volt, mint én, ha nem lóval nem látják. Soha nem ér hazagyalog. Igen. Na, nézzük az SMS-eket. M3-as Magyaródi útépítésénél nagyon esik, de jól haladunk. Darus Ati kitartás. Ez az, így kell ezt, ez a pozitív hozzáállás. Ezt kell csinálni. Jól haladunk. Köszi. Jól haladunk. Mi már látjuk a világosságot. Ott, hát most ha elnézek balra, akkor az azt látom, hogy délről jön. Tehát az M6-os felől érkezik szépen, Paks felől, Székesfehérvár felől, tehát a déli részről jön. Közvilágítás, a napsütés. Még nem kapcsolták le, az nem a napsütés. Ja, akkor kicsit elnéztem. Azt mondja, hogy trafi az M86-os 82-es kilométerénél a hídról mérnek Szombathely határában a szakadó esőben. Üdv Zoli! Nagyon szeretnék már bekerülni a Mit mond Dóra játékba, ezt Szandra küldte nekünk. Vágányfelújítás folyik Pusztamonostól és Jászberény között, így vonat sem közlekedik még pár napig. A mi cégünk vonatpótlózik, úgyhogy nem kell aggódni a fénysorompó miatt. Na, Robi küldte. Szimpatikus. Ez a pozitív hozzáállás. Ez kell nekünk. Erre van szükség. Ebben a rossz időben. Ma reggel itt a népnek. Hármas számú főúton Fehérszeárból mérnek Nobilis küldte nekünk. Hát. Baján úgy dörög az ég, mintha jóisten dubstepet hallgatna. Szekszárdi elkülönül léptennyomó rendőr van. Aztán ha az újabb tulaj biztosítva van a frekvencia és novembertől hallunk titeket, kérdezi valaki, gyerekek, pénteken az ilyen kérdéseket péntekre várjuk. Addigra talán már mi is meg tudjuk válaszolni, jó? Talán tisztában látunk ebben a brutális nagy ködben, ami most itt a rádió körül van. Pénteken a kérdés-válasz rovatban foglalkozunk egy kicsit magunkkal. Így van. Most mi inkább veletek foglalkozunk, meg témákkal, hallgatókkal. Péntek, ezért van a pénteki fél óra, amikor nem kell témáznunk, megválaszolunk mindent, ami benneteket érdekel. De man, most ez idén elmarad. You know my friend. You know. Okay. You know. You know. Everything's gonna be alright. Dőj hátra. Minden oké lesz. Pénteken válaszolunk. De november 1-én kiderül. Max december 1-én. Max 2018-ban. Valami biztos, hogy kiderül. Hegyeshalom M1-es torlódásmentes. Bali Johnny küldte nekünk. M5-ös autópálya 80-as kilométer köz Szeged felé. 9 ágra süt a nap. Nagyon baró. Kaptuk ezt is SMS-ben. Jól van. Na, hát ez azt jelenti, hogy tényleg átmegy a vihar. Nem, a meteorológusok most nem nyúltak mellé, és holnaptól már csak szorványos esőre lehet számítani. Sőt, mi több. Csütörtöktől viszont meg már, hát tehát szenzációs napsütés, olyannyira, hogy szombat-vasárnap akár 30 fokos kánikula meleggel köszöntjük a június. Jaj, de szép lesz. De szép június? Lesz. Ne mondd már, hogy június lesz hétvégén. Hétvégén még nem. Hétvégén még nem. Ami jövő héten. Jövő héten. Most hol a május? Hát megdöbbentő. Most vagy a májusban. De most kezdtük el, hát most indultunk, most ünnepeltünk. És elmegy a hónap, elmegy az év. Én ezt nem tudom. Vége a nyárnak. Tényleg. Csak mondom, hogy 3 hét is rövidülnek a nappalok, tehát érdemes kihasználni. Én sokat ülnék a teraszon, ha tehetném. Tehát, hogy ti is. Jó, június közepétől rövidülnek a nappalok. Én csak jelzem. Hát, nem mondjátok, hogy nem szóltam. De még nincs is nyár. Mit rövidül? Ugye, hogy ilyen rohadtul van ez kitalálva? Két és fél hét van az iskolából. Mi már poroljuk le otthon az irlandokat. Hát de már én már kiraktam a karácsonyfát. A talpat mi elkezdtük megkeresni. Mi elhatároztuk, fehér karácsonyfát lesz ide. Komolyan mondom, komolyan tényleg a magyar embert az ág is húzza. Eleve rövid az, amikor jó idő van. Nem? Rövid a nyár. Már szeptember végén már hűvös van. De hogy azért még kicsit beléd rakják az ideget, azt mondják, hogy júniustól már rövidülnek a nappalok. Még bele se mentél, még nem nyaraltál, nem mentél sehol. Hát de már nincs. A természet elkezd tőled elvenni perceket a világosságból. Aha. Vagyis készül a természet a térre. De jó. Fordulunk bele az őszbe. Ugye? Hát. És még csak május van. Hát milyen szörnyű világ ez? És mit mondjunk mi? Gondolják a finnek. Akiknél egy csütörtök délután hát a nyár. Érted, tudod, itt si gondolják, hogy itt si a vidéki rokon. A vidéki, bárcsak vidéki rokonának gondolnának, akkor már jó dolgunk. De jó lenne. Szörnyű élményem volt tegnap, el kell, hogy meséljem nektek. Na, milyen volt? Na, mi? Megrázó volt. Megrázó élményem volt. Lelki vagy fizikai? Lelki. Értelemben. Lelki? Lelki. Azt nem fogjuk érteni. Ez a bajom. Hogy mondjam el nektek, két ilyen góbi sivatag lelkű, kibénhet öreg embernek, hogy mondjam ezt el. Nem annyira durva, de mégis megrázó volt, mert valamit az ember elveszít ezzel. Tegnap elmentem a gyerekkel zöldségeshez. Kicsivel vagy nagyja? A nagyja. Nagyja. A nagyja. A nagyja. Zöldségeshez. Zöldségeshez. Okay. Állunk a sorban. Hallod, és zöldségeshez. Fölhív a feleségem. Ennél csak jobb lehet a végén. Fölhív a feleségem. Mondja, hozzak még kukoricát.
Jézusom, így elsírom magam. Hát ez tényleg egyébként. Kukoricát tesz? Kukoricát. Hogy főzünk kukoricát, a család körbeüli a kukoricát, és megesszük a kukoricát. Nem értetted félre? De nagyon jó, már friss zsenge kukorica van. Friss zsenge kukorica? Friss volt zsenge, vagy tavaly csak átfestették, egész jó volt. Konkrétan, hogy hozzá kukoricát, vagy pedig félre értetted, mert azt mondta, hogy hozzá teljes csövet. Azt mondta, hozzá kukoricát. Áll előttem a gyermekem, és azt mondom, hogy manukám, szaladj már oda, és hozzá kukoricát. És a gyerek rám néz, megkopogtatja a hasamat, és hajoljak le hozzá. És mondom, mondjad. Mondtam neked, hogy kiverem a fogaidat. Te nem, akkor már ütöttés. Mondja nekem, hogy ennyi ember előtt, fater. Igen, egy csomószor megkért már arra, hogy amikor ennyien vannak, akkor én ne szólítsam manókának. Meg ne szólítsam tökinek. És mondom, tudod, kicsit így mondom, akkor hogy szólítsalak? Töki. És így megvetően rám, és mondta, hogy Beninek. És megvártam, még megmondom, hogy Beni menjen légy szíves a kukoricáért. Majd természetesen megtettem, hogy Beni légy szíves hozzá kukoricát, gyerek elkezdett mosolyogni, kihúzta magát, elment a kukoricához, és hozott 400 kukoricát, vagy 4 cső kukoricát. És rájöttem, hogy alapjában jöve, ez tragédia. Nem! Ez tragédia. Hát ez nekem ez nagyon szó. Ez tragédia. Ez tragédia. Egy gyerek, aki kigéri magának ezt a tragédia. Pici puci, de nem megvédesség. Hát ő a gyereked, ő nagyon a fiat. Hát hadd szólíts meg manókámnak, édesem. Kár, nekem nagyon sok beceneve van. Kis manókám, gyerek, tökiként. Ide vagyok oda, mert mindenhol szólítom. És a gyerek 7 évesen eljutott oda, hogy... Szinteket az ujjával, gyerek, csak légy, hallod? Megmondtam neked, hogy ne szólítsál így. És mondom, otthon lehet. De ha hallják, nem. A következő mi lesz? Engedd el a kezem, mert látják a többiek. Ne puszilgass az óvoda előtt, mert... Fölvesz egy boxert, és kiveri a bal szemem, perce. Engedjem el a kezét, mert ott látják az osztálytársai. Ne, apa, kicsit ciki vagy, ezt már ne csináld. Ne simogass annyit, ne bújj hozzám, ne adjál puszit, mert ez már nem jó. Elmegyünk majd közösen a színházba, mi valahova ért. Én ott már ne nagyon ültessem az ölembe, mert ő már nem ül az ölembe, mert ő már nagy fiú, ne csináld, mert apa ciki vagy. És aztán állj egy sarokkal meg arrébb a kocsival, mikor jössz, értem. Most megyek a gyerek balogására, mi lesz? Menjek el mellette? Ne is ismerjem meg. Hát ne köszönjek oda. Így van. Ne adjak neki puszit. Ne mondjam azt, hogy de ügyesen mondtad el azt a verset, mert fater, kicsit olyan. Na, aha, kopjál le, öreg. Itt ez már nagyok játék, öreg, gurulja arrébb. Te már ciki vagy egy kicsit, fater. Tűnlem az öletbe, itt ezzel a pecsétes papírral, a kezem meg az a fura sapkában, meg a talárban, hallod. Mégis diplomoztam, ne üljek már itt az öletbe. De ha 14 éves megértem, ha 10 éves megértem, de 7 éves lesz. És rám szól. Érted? Hogy neki ez már nem jó. Tehát elszállt. Megállt az idő, ott az én idő. Én ügyáltam az öcsét. Most álljon meg mindenki. De nem csak a mindenki más is tegye vissza szólt. Azt a szottyat, pritamin. Na. Álltam az öltségesnél leforrázva, és azt gondoltam, hogy valami véget ér lassan. Így van, ez ő gyerekkora, és a te apaságod is egy picit. Egy felnőtt férfival élsz most már együtt, akit nem manócskázhatsz le csak úgy. Érted? És hogy szomlottál? Kicsit igen. Másfél kiló csicsókát legyen. Fél kiló epret kérek szépen. Te a pulton Igen. És az jutott eszembe, hogy ez régen, ilyen 10-12-13 évesen jött el a gyerekeknél. Amikor szóltak, apa, már kicsit ne fogd a kezem. Anya, már ne puszilgass, mert már itt vannak a srácok az iskolában, már látják már. Ez már olyan nem jó, tudod, mert kiröhögnek. 7 évesen. Hát 7 évesen. Hát anyám szoknyáján üldögéltem, érted? Te igen. Te anyám csecsén lógtam még 8 évesen. Hát azért... Jó, hát sokáig. Jó, hát kicsit sokáig szoptatott. Érted? És ez egyszer megrázó volt, hogy hamarosan a gyermek... Oké, nem felnő, de már te leszel az a fajta kicsit ciki fater, aki öreg. Osztálykirándul, és ott maradja hátul a többi szülővel. Aha. De majd mi ezt itt tudjuk. Hát szörnyű volt. Szörnyű volt. Úgyhogy elment kukoricáért, beültünk a hát kocsiba. Hát így, hogy igen, beliszted. Igen. Te már hátraültél, ő vezetett. Igen, nyitottam egy sört. Feldobtam a lábad, vezess haza. Szóval ezt kellett átélnem, és rájöttem, hogy nagyon gyorsan elmegy. Nagyon gyorsan elmegy ez a korszak. 7 éves, és mi a következő lépés, hogy már egyedül akar boltba menni, elkéri a pénztárcádat? Vagy nem kéri el a pénztárcádat, már csak elviszi. Már tudja a PIN kódot, az kiszedi a bankkártyához. Kiszedi belőle, de legközelebb kerti parti után, amikor egy picit pityokásan fekszel a vízére, lehet az izzó faszén mellett.
Kiszedi belőled a PIN kódot. Igen, lehúzza a Mastercardomat, csak jönnek az SMS-ek, hogy a gyerek bevásárolt. Bevásárolt. Nem volt még ilyen? Hogy már ne, nektek nem volt még ilyen? Nem, nem, ne, jó, ne, ott tehát a 13-14 éves. Hát. Évek óta ciki vagyok. Nem jön neki. Érted, a gyerek már majd Ovis Balagásodon is rájött, hogy ő konkrétan, de egyébként őszintén szóval várja, 7-20 ezt még hallja. Na mindegy, hogy mi egy picit rá is játszunk erre, én imádom. Például, jó, de te direkt kihúzol egy fát, igen. Látom, hogy én annyira szeretem, amikor most valamelyik nap jöttünk el az iskolában, és pont nagy szünet volt, és kim volt, és akkor mindig nézzük az anyjából, hogy kim van-e. És amikor kim van, akkor rálunkálunk, és látszik rajta, hogy úgy emeli fel a kezét, hogy így nehogy a többiek észre megyék, és úgy integet vissza, mert... Nem, mert suli elébe álltok? Persze. Kocsival? Elmegyünk, és amikor látjuk, hogy kint vannak a gyerek, akkor mindig megpróbáljuk kiszúrni. Tehát letekeri az ablakot, tudod? Szia, kicsi, itt vagyunk. Honnan dudálunk? Nem mondjuk, ez tök cég. De miért égetitek a saját gyerekeidre? Így látszik rajta, hogy így derékból így felemeli a kezdet, és csuklóból integet csak vissza. De miért égetitek rommá a saját gyereketeket? Hajtanulja a gyerek, mi az a regula? Nálunk ez oda-vissza megy. Tehát, hogy itt mindenki ad mindenkinek. Kéretlenül is. Most kell fölkészíteni az életre. De imádjuk, hát nyilván ez tök jó. Csak nehéz egyébként. Jó, picit bennünk van, bennünk is az, ami benned is, hogy basszus, hogy annyira felnőtt, tehát 13 éves, de hát nem. Tehát, hogy már nem tudjuk gyerekként kezelni. És akkor viszont annyira jó lehet. Jó, de majdnem kétszer annyi, mint az enyém, hát érted? Igen. Szóval 6,5, hát az nem 13. A 13 évesen már megértem, a ciki leszek, az már nem baj. Tehát lesz egy generáció, ahol azért műsorai, meg minden, az már nagyon kellemetlen lesz. Jézusom, ő az apád, úristen. Jézus Isten, akkor így nézett két tévéműsorra, de megértem, hogy akkor az ciki lesz. Nem, hogy értek, hát szóval mondtad, hogy tehát 10 év múlva, vagy 15 év múlva, oké, akkor az valóban tud kellemet menni. Nálad hasonló nincsen? Nem, nincsen. Nincsen, még lehet? Még jó fejek vagyunk a gyerekeinkkel, valószínűleg. Nálunk úgy van a dolog, hogy például az első, a panyesznál, az a tárgyak, hogy volt neki egy ilyen kis uzsonnás doboza, ami nem is tudom már mi volt a tetején, és mondta, hogy ő azt nem akarja, mert az például már ciki elkezdő, hogy neki Monster High-os lesz, legyen, azt se tudta, hogy mi. Tehát tárgyakkal kezdődött el a dolog, de ilyen még, hogy izé nem fogom meg a kezed, azt még így nem mondja. Meg, hogy nem adok puszit, mikor jössz értem az iskolába. Nálunk még ilyen nincsen. Meg mi mukizzuk például, azon nincs semmi baja. És nem szól? Nem. Hogy ezt olyan helyen, ahol többen vagytok, ott ne? Nem, nem. Ha, na, hát az mázli. Még most meg vagyunk. Mondjuk lánygyerek, szerintem ők jobban ragaszkodnak. Igen, a fiúknál tudod, elindul egy ilyen, megy be, haverjai vannak, várják a suliba, tudod. A Soma ellenállás az például másképp jön. Most van egy ilyen dobálós játék az Oviba, valami Peonza, vagy hogy hívják, Spinoza, vagy ne, az más. Rá kell tekerni. Rá kell tekerni egy ilyen, nem suriken, egy kupalakú vacak, biztos ismeritek, rá kell tekerni. Igen. A zsinort, így eldobod, elkezd pörögni, olyan, mint a régi búgócsink. Abszolút megvan. Ismered a dolgot. Na most ez megy, és ő például ezzel van, hogy tegnap elmentem érte, és akkor mondtam, hogy menjünk haza, mert a csajok várnak, meg elmegyünk a mamához. És mondta a Somi, hogy nem, mert ő ezt akarja játszani ott az egyik haverjával, és mondtam, hogy de most nem játszunk, mert indulunk, vége az Ovis történetnek, fiam, most már más van, gyerünk, itt van, családod van neked, meg minden. Igen. Megállt a gyerek, lecövekelt, és teljes, hogy hívják, elutasítás, hogy egészen addig, amíg egy ilyet én nem ígérek be neki, hogy ez nekünk lesz otthon, addig nem indulunk el. Na jó, de az természetes, ez egy kis gyermeki zsarolás, persze. Mondtam, hogy ez egy vacak, nekünk erre nincs szükségünk, nekünk jobb játékaink vannak. Nekünk is, hogy adunk hármat holnap. Igen, és mond, van nektek? Egyet megveszek. Tényleg? Aha, mennyi? 300? Hát csak hármat tudok eladni egyszer. Egy darabját 3000-ért. Mert hogy azt mondta, hogy ciki vagy fatár, hogy nem ismered, hogy ez mi. Érted? Mert én mondtam, hogy ez nem tudom mi, én ezzel most nem akarok foglalkozni, menjünk. És azt mondta, hogy ciki vagy már, hogy ezt nem tudod, mi ez a Peonza, vagy mi, vagy Spino. Pillanatok alatt cikivé válunk. Igen. Aha. De valószínűleg nekem szól, mert közben az anyját meg szétpuszilgatja az óvodában, meg látom, hogy büszke rá, tudod, oda megy, és nézi, hogy a többi srác látja, hogy milyen szép anyja van. Tehát valószínűleg fater lett egy kicsit ciki. Fater megérkezik ott kiavatlanul, szakállasan, érted, és úgy, és fater kicsit cikire. Már hát ez neked presztízű veszteség, nem? Hogy azt mondjak, fater hogy az kirakta. Hát az meg a másik. Most hétvégén megyünk ilyen sulis kirándulással, tehát ilyen ismerkedő sulis kirándulás. Együtt a szülők, a gyerekek, ez tök jó, hogy így összeismerkedsz már a leendő osztályoddal, meg tök jó hangulat van, meg jó idő lesz. Mi lesz, külön jön majd, érted? Vagy én a hátul viszem majd a pogácsás tálat, érted?
éppen is. Szóval apám, hozd a pogácsát, a, jövök kisfiam, jövök, hozom a pogácsát. A csömegölt vízes zsömléket, párzsival és trapista sajtal, és viszed az olajposztos üvegbe a teát. Leteritek a piknikhez, és mondja, rendben, apám, távozhatsz. És ott hagy, köszönöm, apám, elmehetsz. Szól majd a gyermeké, meg elmegyek. Töki, egyél egy almát. Kicsi, menjél egy almát. Megfázol, vegyél föl kardigán. Apa, 32 fok van, hagyjál már. Érted? Mi lesz a következő? Mint egy málház szamár cipekedem majd ott a sor végén. Dalolni fogtok? Lesznek majd ott mindjárt kivel, és akkor énekeljetek. Mint a mókus fenn a várjál. Én megyek elő, és elkezdek énekelni. Senki nem fog velem énekelni. Az úttörő, oly igen. Ez zseniális lesz. Ez jó egyébként, ez én jó, szeretem, ez szeretem az ilyet. Ez hangulatos. Kicsit megismerkedsz mindenkivel, aha, megnézed a többi szülőt, apukákat, anyukákat. Egy öles lépés az SMK felé. Majd ezt figyeld, amikor én SMK-s leszek. Majd ott fogsz ülni minden egyes ilyen ülésen, és mondod, hogy nem engedhetem. A szülői munkaközösség nevében emeljük 300 forintra a tabló pénzt. Nem. Tisztelt egybegyűltek. Tisztelt szülői munkaközösség. Kedves Erzsi néni. Kedves Erzsi néni. Köszönjük. Béla bácsi. Köszönjük a munkájukat. Nem, azért mindennek van határa. Tehát én SMK-s nem leszek. Na, hallottátok ezt az ellenőrös történetet, ami most történt? Csak egy pár mondatot beszéljünk róla. Igazából nincs megoldása a dolognak, csak elképesztő. Egy 12 éves kislányról van szó, és hát megint megmutatták az ellenőrök, hogy miért utálja őket egyöntetően egyébként mindenki. Iskolából sietett haza egy 12 év körüli kislány pénteken a Blahánál, amikor a kijáratnál az ellenőrök kérték a diák igazolványát, pehje volt, mert nem volt nála. Erre az ellenőr, aki egy nagy darab férfi volt, a táskájánál fogva félreállította a kislányt, hogy akkor rendőrt hív rá. A megszeppent kislány esetét egyébként ez is tanulságos, többen látták, de senki nem mert szólni. Kiderült, hogy egyébként van nála személyigazolvány, aha, tehát ha nincs nála diák, akkor jó a személyigazolvány. És körbevették őt az ellenőrök, és hát inzultálták, mondták, hogy hol van, nem engedik így haza, rendőrt hívnak rá, mit képzel magáról. Gondoljatok bele, egy 12 éves kislánynál. Majd ki is hívták a rendőrt, és valami csoda folytán egyébként a rendőrök baromi jó fejek voltak, mert kijöttek a rendőrök, elengedték a kislányt, hazaengedték, jó utat kívántak neki, majd leszúrták az ellenőrt, aki még akkor sértette meg, hogy tud ennyire prostó módon viselkedni egyébként egy 12 éves remegő, félő kislányjal, akit 3-4-es sarokba szorítanak, és elkérnek tőle dolgokat, úgy, hogy a lány közben próbálta elmondani, hogy egyébként lehet, hogy a diákja nincs nála, de érvényes bérletszelvénye van, személyigazolványa van, tehát tudja igazolni magát, és higgyék el, hogy ez az ő bérletszelvénye. Tehát ez egyszerűen felháborító, és az, hogy senki nem áll meg, és senki nem siet a lány segítségére, ez meg aztán tanulságos. Tulajdonképpen ez a nem segítettünk rajta, azt nem tudom, nem láttuk a szituációt. Leírta egy szülő, aki ott volt. Most ott fölrakta ez az egészet a Facebookra. Megáll mellett, nem tudom, mindegy, a rendőrök nagyon jó fejek voltak, de hogy nem lehet egy minimális intelligencia szintet húzni a fölvételinél, mikor ilyen ellenőr vagy, hogy egy 12 éves gyerek az iskolás. Tehát ott, érted? Ott van, biztos, hogy van diák igazolványa, mert kötelező jelleggel kell iskolába járnod. Ránézésre de meg ott volt a személye, benne volt 12 éves, 12. Mert ha 15 éves, akkor már föltételezhetem, hogy 8 általános után befejezte az iskolát, nincs diákja. Érted? De akkor se lehet megállítani, tehát erre neki nincs jogosítványa. Hogy nem lehet húzni egy ilyen, nem tudom, 70 az IQ szám. Hogy valamit kellene? Tehát hogy ennyi. Csináljuk egy tesztet, vagy valami. Tisztelet gyereke. A kivételnek, azt mondja, mindig nagyon kevés kivételnek. Én még sosem láttam kivételt. Itt a Népligetnél nekem nagyon jó tapasztalataim vannak. Biztos nem ellenőr. Igen. Nem lehet, hogy valami egészkáros vagy. Felmutatom neki a bérletet, mindig megköszönéd, és jön elnézően, hogy nem lehet, a fejét Jézusom. Önkéntes munkát végez, felvett egy ellenőrjelmezt, és próbál az ellenőrök imidzsét javítani, és egyébként egy jelmez kölcsönzőből hozta a ruhát. Én még nem találkoztam intelligens ellenőrrel, vagy hát nagyon kevéssel. De hogy lehet ez komolyan mondom, hogy agresszív, nagy darab, sarokba szólít egy 12 éves kislányt, és közben jön a többi okos, tudod? Aki látják, mint az áldozatot, és nem meg a Józsi, állj már le. Ja, mi nem mondok mindig Józsi. Krisztián, állj már le. Eugén. Jó, nem mondjak mindig Józsi Bélát. Eugén, állj már le. Megjön, jön még, ott van vele Kázmér, és ott van vele Sebastián, és ott van, és ott van még vele, nem tudom ki. És mondják, hogy Eugén, állj már le, és Eugén nem áll le.
és a többi a hülye is, ahelyett, hogy leállította volna Eugén, nem megy oda, és hárman négyen vették körbe a kislányt. Mennyire prosztó. Látták, hogy veszélyes a kislány. Nyilván, nagyon veszélyes lehet. Három ember hozzá, de hát hogy tényleg vicc, mert ahogy mondod, egy Eugén hülye a csapatban, legalább kettőt tegyél oda hozzá még, aki mondjuk tényleg 81-es IQ-jú, és el tudja mondani Eugénnak, hogy nem tartjuk fogva a 12-es kislányt, mert egy, nincs hozzá jogunk, kettő, van annyi eszünk, hogy látjuk azt, hogy 12 éves, megnéztük a személyét, hogy tudjuk, hogy gyerünk. Náluk ez a napi szükséges adrenalin fröccs, vagy mi? Nem, valószínűleg hát, igen. Igen, veszélyesen élnek igen, a 12 éves kislányok. Hát, hogy nem, hogy ezeket felvonja, mert egyébként ott áldogálnak egész nap, halálosan passzív, unalmas és lélektelen a munka, semmiféle inger nincsen, jönnek az emberek, ráadásul érted, a nagy részük még veszi egyet is, meg bérletet is fel is mutatja, hú, de unalmas, és akkor végre jön valaki, aki egy picit feldobja őket azzal, hogy nála nincs valami, hűha, akcióval. Hogyha, de így nagyon akarsz, akkor menjél körbe itt az aluljáróba, például a hajléktalanoknak szóljál, hogy menjenek ki pisilni, ne dobálják szét a szemetet, igen. Érted? Tehát, hogy van egy csomó olyan nem felület, arra, ahol király tudsz lenni. Persze, csak ő arra azt mondja, hogy ugye a vonalig terjedező hatáskör, ami azon kívül van, az már nem az én területe, ő azzal már nem foglalkozik, tehát hogyha ha mondjuk a vonaltól 2 centire oda megy valaki és ott üríti, ki a hólyagját, az már nem foglalkoztat, hogy semmi köze nincsen hozzá. Hogy veszik fel ezeket az ellenőröket? Tényleg nincs valami teszt, valami minimális intelligencia teszt, vagy valamiféle olyan teszt, ami megmutatja, hogy azért van-e benned egy minimális empátia, vagy érzékenység, vagy bármi. Nekik vannak konkrét tréningeik is, ahol azzal foglalkoznak, hogy megmutatják nekik, meg elmagyarázzák nekik, hogy mondjuk egy-egy ilyen helyzetben, hogy kell viselkedni. Én azon csodálkozom, hogy vagy lehet, hogy van, nem tudom, lehetséges, hogy van olyasfajta belső ellenőrzés, amikor helyzetet generálnak nekik. Akkor oda megy valaki, és akkor a belső ellenőr eljátsza, hogy nincsen bérlete, hogy nincsen nála érvényes jegy, stb. Hogy megnézzék, hogy mit csinál. A kedves ellenőr úr vagy hölgy mit csinál egy ilyen szituációban, hogy kezeli. Elképesztő primitívek és elképesztő ostobák egyébként, de tényleg, tehát hogy valami ilyen múltrendszerből itt maradt, ilyen régi, ilyen őskori képződmények ők, nem? Primitívek, bunkók, és én nagyon ugrom arra, ha gyereket bántanak, de tényleg, tehát most egy felnőttel se jó keménykedni, de legalább egy felnőtt meg tudja védeni magát, illetve hamarabb túlteszi magát a sokkon. De három, én nagy darab primitív ellenőr beszorít egy sarokba egy 12 éves remegő, 18 kilós félő kislány, ahhoz aztán nagy bátorság kell. Nem? De tényleg. Hát szóval, hogy az eszem megáll egyébként, igen. Na mindegy, jó van, legalább egy kicsit kimérgelődtük magunkat. Fél 8 múlt pontosan 2 perccel. Jó, ha játszanátok mit mond órát, akkor jelentkezzetek SMS-ben, mert jövünk nem sokára a játékkal. Mondani akartál még valamit? Igen, mert láttam egy ilyen SMS-t, hogy Feri, minimális intelligencia, minimál bérért, ugye viccelsz. Na most hogyha ebbe irónia van ebben az SMS-ben, akkor oké, akkor rendben van. De egyébként szerintem az, hogy nem lehet megmagyarázni azt, hogy te most kevés pénzt kapsz a munkádért, akkor te ne legyen intelligens, akkor ne legyen alapvető intelligencia, ami elvárható tőled. De akkor is. Nem? Igen. Ez fura lenne. Abszolút, abszolút, abszolút így van, igen. Fiúk, láttátok már a budapesti ellenőrfelhozatalt? Érdemes egyszer végigmenni a metroállomásokon. Hát én láttam. Minden nap látom. Igen, amikor átadták a 4-es metrót, én is mentem egyet a Benivel. Én most már ritkábban BKV-zom. Hát a 4-es a sokkal kulturáltabb egyébként. Valami az ellenőrök is? Igen, olyan egyébként a 4-es. Aki 80 IQ-t ír, az mehet a 4-esre. Aki 80 alatti ír, az mehet a Blahára. Igen. Tehát a 4-esen szolgálsz, az már akkor te már egy előléptetett ellenőr vagy. Hihetetlen. Miért nem egy 130 kilós kopasszal keménykednek? Nem? Anna, ugyanúgy nincs bérletek. Mindig van érvényes bérletük. mi ez a rossz előítélet, Balázs? Igen. 7:30 pontosan 4 percen Ákos legfrissebb hírei után már is itt vagyunk. Nézd, hogy fut. Mit idegeskedsz? Nem tudom. Megtanultam. Nézd, és rohan. És mindig rohan, mint egy kis... Rohan. Ott kell ülnöm az első szavaknál. Rohan. Nem maradhatom egy semmi időt. Nem is értem egyébként. Azt, hogy ez a dolgom. Hát de akkor miért nem ülsz ott? Na, de most hova mész? Zsűl fölállt egy pillanatra, és kész, és indul a megszólás, és fut vissza. Nehogy lemaradjon valamiről. 3-1-8 múlt 2 perccel, elment az eső. Most már itt Budapest felett is egyre szebb idő van. Így van. Elment a vihar. Ez jó hír. Jó, bizony. Egy ilyen jó kis Guns N' Roses után meg aztán pláne. Hát reméljük, láthatjuk őket minél előbb Európában.
tényleg én is várom, jönnek. Már nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Szerintem jönnek. Szerintem tuti. Alig tuti várom már az öt szimacsarnokos koncert. Igen. Nem, kis stadion. Kis stadion. 8 kis stadion koncert. Június 10-től június 23-ig a kis stadionban lép fel a Guns N' Roses. Szerintem ott utoljára a TNT koncert volt, és aztán vége. De az nagy, vége nagy, lett nagy koncert. Egy TNT retro koncert volt kis stadionban. Tényleg az áll még? Vagy van? Hát én Santanán voltam ott, de 20 éve. Szerintem oda már nem engednek be senki. Ha igazán jó fél, akkor nálunk lépnek fel a Bókai kertben a Gilicetér alatt. A jó beton színpadon. Új, de jó volt. Tehát, hogy szerintem csak néhány fan menne el, tehát, hogy aki kíváncsi, tehát, hogy ez most tényleg? Meg néhány, akinek van humorérzéke, de hogy senki nem hinné el. Guns N' Roses a Bókai kertben. Igen. Ez vicces lenne. Nem hinném el. Valószínűleg nem vennék rá jegyet. Tehát azt gondolnám, hogy valami átverés van a dologban. Na, gyorsan játszunk egyet, jó? Itt van már is a játékosunk. A kérdés pedig az, hogy mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívronom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló. Sziasztok, Szandra vagyok. Szandra, hello. Szia. Szandra, jó reggel. Hello. Szandra, hello. Honnan hívtál minket? Ajkáról hívlak titeket. Ajkáról. A K-vonal. Megint. Ajkáról mindig van bejutott játékosunk szinte minden héten. Az ajkaiak, tényleg az ajkaiak le a kalap előttük ott. Ügyes. Hát igen, már jöhetnétek erre. Az ajkaiak ott le a kalappal, ott amott rajtuk le most igen, talán azonnal. Majd nem mindenkinek előre itt most. Mehetnénk ajkára, azt mondtad, Szandra? Igen, gyertek. Menjünk? Jó hely? Igen, jó lenne, igen. Sok rajongótok van. Komolyan, kijönnétek? Igen, persze. Ha csak az elmúlt 7 év ajkai játékosai jönnek el, az akkor is több ezer embert. Már meg vagyunk. Már meg. Ajkában mindenkinek van ajándékcsomagja. Már annak is, aki nem akar igen. Soha. Annak is van legalább 2 egyébként. De hogy van az, hogy vannak városok, akik soha nem telefonálnak és hívnak bennünket, és vannak, akik pedig nagyon sokszor. Nem? Hát igen. Nem tudom, mi lehet a, hát. Az ajkaiak titka. De tényleg. Beírjuk ajkát? Hát jó lenne. Őszere. Ne ígérgessünk. 6 helyre ígérjük el magunkat, aztán megint vívnom kell majd értekezlete. Most azt látom, hogy inkább ne is ajka legyen, hanem magyar polány. Egyébként tök jó lenne 5 ilyen kicsit csinálni. Imádnám. Igen. Már valamit találjunk ki. Falutúr. Mivel foglalkozol, Szandra? Én egy gyárban vagyok, takarító. Gyárban? Milyen gyár, ezt tudhatjuk? Hát egy kis gyár. Nem, ennyit. Nem mered elmondani, vagy nem lehet, vagy tőt? Nem, igazából ennyit kell róla tudni. Jó, hát ebben csak, hogy... Jó, hát ha nem akarod, nem kérdezek többet. Igen, hogy mit kell takarítani, mert ahogy nem tudom én egy öntödébe kell öntvényeket arra söpörögetni meg, mit tudom én. Ez reális hangzik. Akkor, igen, tehát, hogy ez teljesen reális hangzik. Dugattyúkat, hogy az ember hol takarít. Dugattyúkat portalanítok. Dugattyúkat és hajtókarokat kell portalanítanom. Igen. Martin kemencéket mosok reggeltől is. Szandra, van segítséged? Hallom, hogy van valaki melletted. Van. Igen, van segítségem. Kicsit beszélj nekünk többet. Ki az? Ki van melletted? Egy munkatársam. És nagyon jó barátom. Munkatársad nagyon jó barátom. Együtt hallottok most éppen a munkába akkor ezek szerint. Igen. Na jó, nem kínozlak tovább. Figyelj, állatváros, híres ember. Állatot szeretnék. Állatot, jó, legyen az állat. Oké, indítjuk, fél percet van, figyelj. Így szól az állat. Cudrápó. Cudrápó? Gyönyörű állat. Cudrápó. Cudrápó. Gyönyörű szép állat. A cudrápó. Lópárdút. Micsoda? Hópárdút. Hópárdút. Ez az. Lópárdútot értettem, és mondom, az nem biztos, hogy jó. Lópárdút, így van. Egy jó kis hópárdút volt, tényleg szép állat. Fantasztikus. Köszönöm. Szandi, köszi, puszi, csáó, szia. Köszi, sziasztok. Hello. Nem volt Szandiba hát több sajnos. Pedig megint csak az egyszerű dolgokon véreztünk el, mi a munkát hol dolgozol. Én nem tudom. Rosszakat kérdezünk. De mit? Ezek mindig ilyen kezdő kérdés, akkor aztán belemerül a beszélgetésbe, kicsit oldódjon a játékos, és ha van benne több, akkor még elindul a beszélgetés egyfajta más irányba. Hát ez most egy kis műhely titok, ez a mi dolgozol hol, ez a vegyük föl a beszélgetést, honnan át melegedjünk bele, aztán majd úgyis elindulunk valamerre. De ha már ott falba ütközöl, akkor érzed, hogy ez nem tud tovább menni. Sajnos. Hát nem mindenki. Van, aki izgul persze, ezzel nincs ezzel baj.
baj. Van, aki ideges, van, aki gátlásosabb, hát nem mindenki annyira extrovertál, tehát utána még lehetne beszélgetni, hát volt még idő. Igen, meg ez a barátkozás is, ez tök jó egyébként. Szeretek hallgatók a barátkozni. Kicsit, igen, olyan kitelepülések hangulatát hozza be, így piciben. Tehát, hogyha csak annyi lenne, hogy ütött a ló, vagy mit tudom én, a lótetű, érted, és akkor viszontlátásra, tehát, hogy ez nem kell is lenne. Viszont szerintem ez egy nagyon jó ötlet, ez a falutúr. Csináljunk már ilyet. Falutúr 2016. Igen. Village Tour. Back to the Village. Village Tour 2016. Nem zseniális lenne, hogy nem mennék egyáltalán nagyvárosokba, meg kisvárosokba, semmilyen városban nem mennék, csak falu. Jöjjön ki a nagyváros hozzánk a faluba. Így van, falu főtere, kisbíróval kidoboltatni. Igen. 2016. október elején. Jó reggelt, úrkutiak! És három ilyen bolytai. Nézd rád vissza. Két kondás. Nem, zseniális lenne. Meg a malacok. Három varjú, meg egy malac így a főtéren, így nézd rád, és így nem érti, hogy ilyet ők még soha nem láttak. Zseniális lenne. Jó reggelt, tápjószele! Keressük meg azt a települést, ahol a legkevesebben élnek, és menjünk el oda. Hát ez egy kedvenc szandvics. Ahol szám szerint. Vannak vagy három. Ahol igen. Szám szerint a legkevesebben vannak. És menjünk el oda, nézzük meg, hogy ki az, aki kijön. Azért vannak ott tényleg mondjuk, ne ahol hárban élnek, hanem mondjuk mit tudom én, van 60-an, 70-en. És ígérkezzünk el oda, és lepjük meg őket, és menjünk el hozzájuk. Nagyon. Hát lehet a legnagyobb buli ott van. A nagyvárosban már kicsit el vagy kényelmesedve, már voltunk is egy csomószor, nem? Hozzánk is vagy már szokva. Meg jöjjenek ki a nagyvárosból, ha akarnak benne. Igen. De ugye a kis faluba. Jöjjenek el, nézzenek meg ott minket. Meg a vidéki életet. Igen. Na, majd őszre várjuk a tippeket, hogy hova jó. Erre még visszatérünk. Jövünk a hírek után, és ha minden igaz, akkor sikerül majd Klein Dávidot elérnünk, akinek elképesztő történetei vannak, mert ugye megmászta a Himalájában található Annapurna nevezetű, kicsivel több mint 8000 méter magas hegyecskét. Igen, 8000 mínusz 90 plusz 90. Igen, hát plusz-minusz 90 méter. Oxigénpalac nélkül mászta, ez magyar embernek korábban még nem sikerült, úgyhogy felhívjuk, hát elképesztő történetei vannak, hogy mi történt vele ott az Annapurnán, felhívjuk és kicsit erről faggatjuk majd. Mert elmúlt már a légszomja, most már tud beszélni. Igen, eddig viheget, most már visszament a pulzusa normál pulzus számra. 5 perc van pontosan, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, reméljük már sehol nem esik, távozik a vihar, és egyre jobb idő lesz. Mi volt ez a dal? Olyan, hogy rajtam volt a fülesett, közben egy híreket olvastam, de olyan érdekes hangulata volt ennek a dalnak. Ön se jó, se rossz. Itt himi-humi, de ugyan komolyan mondom, nem tudom, hogy szeretem vagy nem szeretem. Olyan ez egy utazós vezetős. Utazós vezetős dal. Imani. 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 Irma néni. Ezt olvastam. Imani. Imani volt. Aha. Így írják legalábbis most fonetikusan. Imány. Imány. Igen. Imány. Imánynak is mondhatjuk, de lehet, hogy Zimány titkos művész neve Imány. Imány Linda. Már egyébként zenét is. Tehát hozzá légy szíves, hogy doktor, jó? Tessék? Tehát hozzá légy szíves, hogy doktor, jó? Komolyan? Zimány doktor Linda. A Facebook oldal alapján. Doktor Linda? Zimány doktor Linda. Tényleg? De miért lett ő doktor? Hát azért, mert jogászt. Jogból. Na várjál. Ugye, hogy na várjál. Na álljunk meg egy szóra. 8:45 sincsen még. Tehát, hogy azért értem, hogy ez most itt sok. Még előtte meg kell innom az aludtejemet. Ami most a szádban aludt meg, ahogy meghallottad ezt az információt. Igen. És már praktizál? Már úgy értem, hogy ügyvédelkedésen belül, nehogy félreértse valaki, hogy praktizál. Máshogy is lehet ezt érteni. Én nem értettem például. Máshogy is lehet érteni ezt, hogy praktizál. Elvége 3 évig bojtárkodott. Gondolom, hogy már bojtár is, bojtárina. Na jó, de bojtárkodás után még van egy szakvizsgád. Tehát nem akkor, aha, vagy ügyvéd, ha kilépsz az egyetemet és elvégzett, hanem a 3 évet bojtárkodsz, és 3 év bojtárkodás után még azért... Hát ha már használhatja a doktort, akkor biztos, hogy az. Uh-huh. Ugye? Tehát akkor megvan a szakvizsgád. A bojtárként még nem vagy doktor. Nem, akkor még nem. Hát nincs még száraz pecsét, ügyeket már tudsz képviselni igazából, de... Hát vagy előtte elvégezte az orvosi egyetemet, onnan a doktori cím. Az is lehet. Mert lehet, vespecsét biztos, hogy volt. Tessék? Nem.
Nedves pöcsét nekem is van. Ne, kinek nincs nedves pöcsétje? Ne. Így van, de hát a száraz az teljesen más történet azért az. Hát, azzal lehet egy pöcsét ölni, ha száraz. A száraz pöcsét, az egy picit, az egy picit. Ott azon melózni kell, hogy az, az ne legyen száraz. Na, azt mondja, hogy tud valaki özem. Nem. De valahogy izőzve. Én biztos nem tudok semmit. Azt mondja, hogy Szigeten Miklós pesteli elesett. Tudtok valamit? Hogy elesett? Igen, ezt többen írjátok, hogy nem lehet kijutni halásztelekről se, és Szigeten Miklósról se, de nem gondolnám, hogy ennek az a műszaki hibás villamos lehet az oka, ami a Margit híd alatt áll a Fonódo-Batthyány felé. Úgyhogy nem tudom. Nem tudom. Nem látom. Egyszerűen nem látom. Senki nem írta meg. M2-es Szödliget és Göt között teljesen beállt. Azt mondja, hogy jönnek a tipek, hogy hova menjünk, ahol kicsit keresünk, és Szanticskára menjünk, 3-5 fő lakosság számaira valaki. Igen, és gyönyörű szép hely. Igen, egyébként abszolút, abszolút. Kicsiért puszta, Fejér megye lakossága, kb. 300 fő. Hallgatóság egy fő biztosan. Várlak titeket, puszi Gabi. Egy főnek még nem csináltuk ki települést. Óriási. Ülne, figyelj, teljes kényelem, neki mindent megtudunk. A hallgató. Az a baj vele, hogy ugye kitelepülésen mindig a játékok honnan, mert tehát mindig ugyanaz az egy játékos játszana szegény. Menjetek Kámba, Magyarország legkevesebb lakott faluja, mert nem lakik ott senki. Hát egy volt lakos vette meg, és falusi turizmust üzemeltet minden házban. Uh-huh. Mozsika küldte nekünk. Várkeszőre, 175-ös lélekszám. Az csodás, az nyugodt hely. A sok. A sok, az már sok. Nemes Ládony, 135 fő. A Nyugalom szigete, de szólunk, azt írja Viki, hogy menjünk oda hallgat minket egyébként. Nagyon jó. Holló Major, anyukáméknál el leszünk a teraszon. Ilyesni, nevessék már meg, hogy mama süt egy rántot, tehát... Na, fekete-fehér ezek, anyám dórázik, miközben főz, fater hármas ugrik. Hatan biztosan leszünk, Szabolcs küldte. Zseniális. Szabolcs küldte nekünk. Azt mondja, Valkonyára 70-en laknak. Szenzációs jó, lenne. 70-es, 70 ember szerintem már az egész jó kis... Én szerintem abban már megvagyunk. Abból már megvagyunk, igen. A doktori cím az egyetemi végzettséggel jár. A bojtárkodás a jogi pályára lépés feltétele. Ne haragudjatok, uh-huh. Bocsánat. Tehát te már akkor doktori vagy. Ha igen, akkor doktor vagy. Igen. Akkor már, ha megvan az államvizsgád, akkor már a doktor vagy. Ugye csak aztán bojtárkodsz, és aztán még van az ügyvédi szakvizsga. Ez egy kemény meló. Aha. 3 év után. Szentendrei út is beállt, egészen Szentendreig. Szonya küldte nekünk, gyömrői sibrik lámpa miatt elhalt, vigyázzon mindenki. És ha tudjátok, hogy mi az oka annak, hogy nem lehet bejutni halásztelekről és Szigeten Miklósról, akkor küldjetek el nekünk. Uh-huh. És nagyon-nagyon jó hírt közölt a BKK, mert a 19-es villamos ismét a teljes vonalon jár, a 40-es villamos, 41-es pedig az eredeti útvonalon közlekedik. Köszönjük a türelmet. Hát tudtátok, hogy egyébként a BKV-nak nincsenek ellenőre, hanem a BKK-nak sincsenek, hanem a BKK kiadja alvállalkozóknak, és az alvállalkozók szerzik az ellenőröket? Ez milyen érdekes, nem? Uh-huh. Innentől kezdve hát bárki szinte igazából, de hogy van egy alvállalkozóm, mondjuk nekem, és megbízom, hogy hozza az ellenőröket, és így jönnek, így jönnek az ellenőrök. Akkor is kéne valami minimális elvárás. Leszerződik uh-huh. a BKK különböző biztonsági cégekkel, és ezek a biztonsági cégek veszik föl az agyoniskolázott ellenőröket, aha. akik aztán sarokba szorítanak egy 12 éves kislányt. Bátran. Mondjuk az ő felelősségük is ez, tehát hogy ott még egy halvállalkozó biztosítja számukra persze, a munkaerőt. Persze, mindegy, most ezen lehet vitatkozni, most akkor jó, nem BKK-snak hívják az ellenőrt, hanem nem tudom milyen halvállalkozónak. Hát ez... Jönnek még SMS-ek közön, csak Kányavár 85 fő, Valkonya 62 fő, biztos fergeteges lenne, nagy parti arcok vagyunk, az átlag életkor 60 év. Nagyon jó, de jó. Ott a kedvenceidet megtalálnád azért, te ugye szereted ezt a megszólítani ezt a korosztályt. Igen. Nagy Gécen egy öreg néni lakik. Csak. És Csenger mellett van. Aha. Nagyokat lehetne játszani. Aha. Egyébként vele. Jó, na, erre visszatérünk. Ne adjunk tippeket a besúrálóknak. Egy idős néni. Na most neki. Egy idős néni Nagy Gécen holnap a néni úgy kirámolja. És védje be őket. Vagy őt, valaki vigyázzon őket. Valaki vigyázzon most a nénire, hogy ezt bemondtuk. Igen. Na, fölhívjuk el Klein Dávidot? Megkérdezzük, hogy... Csörögjünk rá, mi Dávidunk rá, azért ez nagyon nagy dolog, hogy megmászta az Annapurnát, és egyedüli magyarként jutott föl. És az Annapurnára tisztán, így van, nem drinkelt nem előtte. Nem lett koszos, semmi nem lett koszos. A főszponzor nagyon szerette volna, de mégsem. Ugye oxigénmaszk nélkül.
És viszonylag régi a hír, de hát ennyi maszkot idő... vitt, csak palackot. Jó, ja, igen, tehát palack nélkül. De még a maszk sincs rajta szerintem. És viszonylag régi a hír, de hát ennyi idő kell, míg ő visszaér az alaptáborba, az alaptáborból visszarepül oda, ahol aztán ő repülőre tud szállni, hazajön, megjön, aklimatizálódik, visszatér. Na most már itt van. Na most már itt van. Klein Dávid itt van velünk. Hello Dávid, jó reggel, ciao. Jó reggelt. Szia Dávid. Jó reggelt kívánunk neked, hello. Mióta vagy itthon, Dávid? Aztán 9-én érkeztem. Na, hát akkor viszonylag régebben már itthon vagy. Na, hát gratulálunk, bejárta. Bejárta a sajtót ez a hír, hogy sikerült korábban, vagy sikerült az, ami korábban ugye magyar embernek még nem, megmászni az Annapurnát. 8091, ugye? Így van, igen. Hogy mérted? Ugyanannyi? Igen, vitt egy szorstokat. Nem mértem igazából. Na, hát mesélj nekünk egy kicsit erről. Oxigénpalack nélkül, ugye? Igen, oxigénpalack nélkül, de igazából nem ezt látom a legnagyobb kihívásnak ebben az expedícióban, mert ebben a magasságban, illetve ennél jóval nagyobb magasságban már voltam korábban palack nélkül. Ennél a hegynél leginkább arra kell figyelni, hogy statisztikailag ez a legveszélyesebb a 14-8000-es közül. Ennek megfelelően ez is a legritkábban mászott. Úgyhogy nagyon sokat kell előtte fejben sakkoznom, hogy valamilyen válaszokat hozzak ki erre a veszélyre. Mitől veszélyesebb egy hegy, mint a többi? Tehát mitől lehet azt mondani, hogy az Annapurna veszélyesebb, mint a többi 8000-es? Több a kőszáli kecske. Például. Vagy több a jelenti. Azok nagyon veszélyesek tudnak lenni, de ennek a hegynek az esetében igazából az ilyen földrajzi karakterisztikája. Tehát van a 2-es és a 3-as tábor között egy úgynevezett kuloár, a célkeret kuloár, amely egy ilyen hófolyosó, és abban, amikor a hegymászók mozgolódnak, akkor rendszeresen rájuk omlik a fölöttük lévő jégtömeg. Tehát én nagyon sokat figyeltem, illetve olvastam a télkereszt kuloáról, és az volt a megállapításom, hogy 7.30-kor süti meg a nap ezt a szakaszt, illetve a fölötte lévő jeget. Úgyhogy én megígértem magamnak, megállapodtam magammal, hogy 2 óra után nem vagyok hajlandó átkelni ezen a szakaszon. A globális felmelegedésnek ott is vannak már jelei? Hát odafön nem annyira látszik, nyilván ott is látná az értő szem, de az enyém az nem az. Viszont lent a gleccserek azok nyilvánvalóan sokkal lejjebb vannak. Tehát ha megnézed mondjuk az oldalmorénát, ami az oldalra kitolt törmelék, akkor az sokkal-sokkal magasabban van, mint a gleccser tényleges teste. Már csak azért kérdezem, hát, hogy egy-két fokkal azért emelkedik a hőmérséklet, akkor még veszélyesebbé válik. Szóval hogy kell elképzelni, ember ül, mint a 6000 méteren, figyeli a hegyet, és azt mondja, aha, 2 óra van, süt a nap, na holnap akkor nem tudom, délelőtt veszem a sátorfámat és elindulok. Tehát ülsz valamelyik táborban, és tényleg így nézed a hegyet? Hát ilyen van egy alaptáborom. Igen, hát van egy alaptábor, azt tudjuk, igen. Kezdjük az a 4200 méteren, ahol még van minden földi jó, oda még rengeteg felszerelést fel lehet szállítatni, és onnan elindulok fölfelé, és felmegyek mondjuk az egyes táborba. Ott lerakom a sátramat, tehát ez nem egy ilyen misztikus fogalom az egyes tábor, hanem azt jelenti, hogy lerakom a sátramat, belerakok egy kis gáz, élelmet, stb. Gáz használok, azt jól veszem a havat, főzzek, és aztán visszamegyek az alaptáborból, kipihenjem az egyes tábor elérésének fárdalmait. És ezzel a föllemozgással telt el több mint egy hónap a jelen esetben. És olyan nincs, hogy az egyes táborban valaki jön visszafelé már a hegyről, és azt mondja, de jó kis sátor, csak hazavisz. Mész vissza az egyesbe, és rohadtul nincs ott semmi. Csak egyben. Bocs, Dávid Cetli. Én tartozom neked, Dávid, érdemes lenne megőrizni a Cetlit. Az enyém cipzári elszakadt, bocs. Igen. Nem, én azt mondom, hogy hegymászás az alapvetően ilyen bajtársi és elfoglaltság. Különösen az expedíciós hegymászás. És nem állítom, hogy nincsenek vadhajtások, vagy nem fordult már elő minden és minden az expedíciózás történetében. Nekem is szinte már gátsátramból meg mindenféle, de nem ez jellemzi a hegymászást. Tehát mondjuk az alaptáborban ott hever a laptopom, meg az útlevelem, meg minden szanaszét. A sátramba bárki bemehet, hogyha akar, de eszembe se jutna, hogy ez gond. És egyébként most egyedül másztál, vagy te valakikhez ilyenkor csatlakozol, és együtt vágtok neki a csúcsnak? Eredetileg azt gondoltam, hogy a Johnny Walker Annapurna expedíció az egy egyszemélyes expedíció lesz. Budapestről így indultam el, így alakítottam ki a felszerelésemet, de aztán odakint megismerkedtem Josztal, aki egy német srác, ő volt a legfiatalabb mászó szerintem az egész alaptáborban, és nagyon klappoltunk, tehát az ő stratégiája, gondolkodásmódja, filozófiája passzolt az enyémhez, úgyhogy az expedíció harmadánál körülbelül szövetkeztünk, és onnantól kezdve teljesen párban mozogtunk.
A gondolkodásmód alatt mit értsünk, hogy ő is azt gondolta, hogy majd viszi a táskádat? Nem, sajnos. Ezt sajnos nem gondolta, de gondolhatta volna. Viszont nem értem, persze. Inkább ilyen stratégiai dolgokról van szó. Először is ő is partnerkül mászott. A most 14 nem serpa, és 20-valamennyi serpa ért csúcsot, és a 14 nem serpából 4-en voltunk, akik palasz nélkül mentünk, és a 20-valamennyi serpából talán 2-3 serpa volt, aki palasz nélkül ért fel a csúcsra. Tehát viszonylag ritka madarak voltunk piosztal, úgyhogy palasz nélkül mozottunk a hegyen. Ez ott egyik. Az utolsó tábor az mennyi még a csúcshoz képest? Tehát hol szálltok meg, hol van az utolsó tábor, ahonnan indul a csúcstámadás? Olyan szép kifejezés, hogy megszállunk, ez úgy hangzik, mint hogyha... Hát, hogy merre a jacuzzi, hol van az utolsó panzió, ahol mi tudtok egyet fújni, mielőtt elindult a csúcsot támadni? Mi 7300 méteren lapátoltuk be magunkat a csúcstámadáshoz. Előtte már volt egy 4-es táborunk, nagyjából 300 méterrel lejjebb. Volt egy ilyen korai csúcstámadás féleségünk, de az nem volt igazából teljes mellszélességgel bevállalt csúcstámadás. És ezt 2000 méterről indítottuk, akkor láttuk, hogy ez túl hosszú ez a nap, úgyhogy jobb lenne, szerencsésebb lenne egy kicsit följebb benne, és a második csúcstámadás alkalmával, a végső csúcstámadás alkalmával 2300 méterről. Onnan mennyi idő, órában kérdezem, amíg az ember megteszi ezt az egyébként nem túlságosnak tűnő 700 métert mondjuk, egy 7004-ről egy 8001-et, tehát hány óra körülbelül? Igen, lehet, hogy megdöbbentően hangzik, mert egy tengerszinten nem lenne olyan hosszú idő, de 30-án, április 30-án 23.15-kor indultunk fiasztal, és elsőjén 13.38-kor értünk csúcsra. Tehát 14 órát másztatok. Úristen, tehát 14 óra 600 méter körülbelül. Jézus, atyaisten. És 14 órát mászol, hogy pihensz egy kicsit, és indulsz is vissza. Ugye hát a 7005-ről mondjuk 8001-re. 13.3-ról. 8001-re, akkor 800 méter. 800 méter 13 óra alatt. Igen. Több mint egy óra kell számítani. Számoltam. Tehát én szívem szerint 8 és 10 között álltam volna a csúcson, ez volt az, amit én magamnak belőttem, és többek között azért voltam nagyon feszült a csúcson, mert késő volt, és volt még jó pár körülmény, ami feszülté tett. Tehát nincs öröm, nincs extázis a csúcson, az ember leül egy pillanatra és indul is lefelé? Nincs szabály rá, hogy milyen élményt érek át a csúcson. Más-más csúcsokon más-más élményeim voltak. Most az jellemezte a csúcsaérésemet, hogy feszült voltam, mert késő volt, felhőben volt a csúcs, tehát megnehezítette a tájékozódásunkat. Meg lehet hagytad a viszkis üveget is, úgyhogy kereshetsz majd úszkózat. Még a viszkis üveget is lehagytam. Sikerült fotót csinálni, hogy a szádhoz érintem. Figyelj, alapülő helyzetben mennyi az ember pulzusa a csúcson? Nem az izgatottság miatt kérdezem, hanem ugye a természeti viszonyok miatt mennyi Hát én mondjuk ilyen 110-re tippelek most idén, ami nem egy défekt, tehát a mért adatokhoz képest nem olyan magas. Most nem mértem se a csúcson, se a 4-es táborban. Nem, a 4-es táborban még mértem. Mennyi volt? 100 valamennyi körül volt. Tehát fekvő helyzetben egy 4-es táborban 110-es az ember. Nyugalmi helyzetben. Figyelent ilyen 53-56 között van. Atya úristen! És akkor mászás közben? Hát ilyen mászás közben nagyon felmegy. Kintről nézve úgy nézünk ki, mint hogy bandukolnánk. Sokan gondolják azt, hogy az edzés módszerbe is biztos. Én is láttam ilyen felvételeket, nem rohantok. Nem rohantok. De belülről nézed az embert, ha élettanilag nézed, akkor nagyon olyan, mint hogyha ilyen intervall terhelést adnál neki. Tehát nagyon felpörög néha egy-egy mozdulat sor után, néhány lépés után nagyon felpörög a szervezet, akkor megállsz, összegörnyedsz, megvárod, amíg megint tisztul a kép, a szervezet összeszedi magát, és aztán megint. Tehát elképzelhető, hogy az utolsó 4-5 méter akár egy óra? Nem, azért annyi nem. Annyi nincs. De az elképzelhető, még az utolsó 50 méter az egy óra. Ebben a magasságban még ennél valamivel gyorsabban mozgunk, tehát inkább ilyen 100 méter per órában számoltam eredetileg. Így is jött ki ez a 8 órás, 10 órás csúcsaérés. Azért voltunk lassabbak szerintem, mert a csúcs szakasznak a felénél elfogytak a rögzített kötelek, és azok pont ilyen nettesebb szakaszok voltak, és aztán utána, mit tudom én,
sokat kellett molyolni a traverz nevű szakasszal, meg a kuluár nevű szakasszal. Amikor jöttök lefelé, akkor van bármiféle kimondott vagy kimondatlan egyezmény, hogy meddig segítetek egymásnak, de mikortól számít valaki saját magára? Tehát mit tudom, eltávolodsz a társadtól 10 méterre, 10 méter halljuk, hogy mennyi idő, amíg az ember mondjuk visszamegy. Ezt ilyenkor megbeszéltek, hogy figyelj, együtt mászunk, de egyébként külön. Tehát ha van egy bizonyos eltávolodás, akkor te is egyedül, én is egyedül, nincs idő visszamenni, akkor mindenki saját magát intézi. Ezt ti megbeszélitek? Mint egy csúcsélménynél nem tudok el receptet mondani, de az hasznos, hogyha előre megbeszéljük. Én szeretem is előre megbeszélni, hogy mi a protokoll, amit egymással szemben alkalmazunk. Tehát, hogy mi egy mászópáros vagyunk, akik odafigyelnek egymásra, és bevárják egymást, vagy mi együtt alszunk egy sátorba, és aztán mindenki majd megy a csúcsra, ahogy gondolja. Mi egy mászópáros voltunk, úgyhogy mi bevártuk egymást egészen a kettes táborból való indulásig lefelé. Tehát az már ott nagyon lent van, amikor már teljesen biztosak voltunk benne, hogy mind a ketten lejutunk, egészen addig bevártuk egymást, és együtt mozogtunk. Azt az igaz egyébként, úgy hallottuk, hogy Josznak még arra is volt egy kis energiája, még ideje csakkozzon egy kicsit a hegyen. Ja, az ominózis akart, igen, és egy enyhe lelki is meghúzláson van, mert amikor megkérte, hogy filmezzem le, kb. A 20-30 méterről a csúcs alatt összefutottak Nadal és Josz. Nadal az izraeli sátort, és vége láthatatlan sakkpartnek nyomtak az alaptáborba, és tényleg elhatározták, hogyha találkoznak a csúcs környékén, vagy a csúcson, vagy nem tudom mi, akkor lejátták a világ legmagasabb sakkpartiát, és tényleg egy telefont elővesznek, így gyorsan elindul egy csak alkalmazás, és sakkoznak? Egy telefonon játszottak az alaptáborba is, és lejátszottak, nem tudom, hogy milyen mérkőzés lehetett, mert megnéztem a videót, és 1 perc 30 másodpercig tartott. Tehát, hát figyelj! Azért nem úgy kell elképzelni, mint tudom, az Kászparov ül. Ott valaki nagyon gyorsan mattot kapott, tehát valakinek nagyon vágott az agya. És susztam! Igen. Sáncolok sem! És hát nagyon vicces a felvétel, mert fölötte meg másznak föl az emberek a hegyre, nézd meg, ott lógnak le a kötelen. Igen, miután én kerekperet elutasítottam, hogy felvegyem a gyorszék sakkpartiát, mert akkor a hülyeségnek tartottam, utólag restenem. Utána én tovább bánszorogtam, tehát a felvételen, a háttérben az, akinél két eszköz van, egy bot és egy csákány, és ott bánszorog, és mindig összegörnyed, az én vagyok. Ja. Te mászol ott, most közben Jani mutatja a felvételt, te mászol ott a háttérben? Igen. Nem aki a hátizsák van, mert aki a hátizsák van, ő oxigénes. Igen. Nem felett. Aki nincsen hátizsák, és két dologgal a kezében kalimpál, az ők én. És azt látni, hogy két manó síruhában összegörnyedve sakkozik a hegyen. 8000 méter magasságban. Igen. Elég fura. Csak ez nem kifakasztó dolog, hogy ott vagy hogy gyakorlatilag az egyik legmagasabb hegyen, és mondtad, hogy ugye 20-valány serpa, meg 10-valány hegymászó megy, hogy gyakorlatilag itt tömegnyomor van, tehát itt nincs, hogy egyedül te fölmentél, leülsz a világ tetején is körbenézel, mert már ott áll a következő Jürgen, aki azt mondja, hogy álljon már fel, fiatalember, mert én jövök. Ez nem idegesítő? Ez inkább az Everestnél van így, vagy nem tudom, népesebb csúcsoknál. A mi esetünkben négyen voltunk, akik még, ugye a Nadalék már lefelé jöttek, mi voltunk az utolsók, és mi összesen négyen voltunk, akik együtt voltunk, úgyhogy egyáltalán nem idegesítettük, vagy zavartuk egymást, sőt, nagyon jó érzés volt, hogy legalább nem egyedül kell megküzdeni ezzel a felhős hideg kis lejövetellel. A hideg a ti tartományatokban mit jelent? Mert én egy olyan plusz 4-5-ben már azért úgy fázunk. nagyon tudok fázni. Nekem az már nyűgös, igen. Nektek mi a hideg? Tehát az éjszaka folyamán biztos, hogy volt mínusz 28. Napközben már nem fázunk annyira, de ott már folyamatosan egyre fáradtabbak vagyunk, és hogy fölfelé haladok, egyre kevesebb az oxigén, és a hidegnél még fontosabb az oxigén hiány, mert ugye a szervezetnek a fűtéshez is oxigénre van szüksége. Tehát ha elveszett tőle az oxigént, akkor sokkal jobban fázik ugyanabban a hőmérsékletben. Tehát mondjuk az oxigénesek nem fáznak annyira, mint mi. A dokumentálás része az hogy történik, amikor fenn vagy a csúcson, hogy bebizonyítsd, hogy ott is voltál? Igen, gondolom, csinálnak egy fotót. Nem kötelező bebizonyítani, hogy bemondásra el szoktuk hinni. De azért az esetek 95%-ában tudunk fényképezni, és egy fénykép az nagyon beszédes. Tehát ha különösen, ha többen voltak aznap a csúcson, akkor bizonyos körülmények csak akkor vannak úgy, ahogy vannak, ha a fényképen úgy látszanak. Tehát mondjuk a háttérben van egy a János egy libegő. Akkor már nem. Volt már olyan, hogy hallottatok már? Ha rossz ötben látszik a János egy libegő, akkor az nem volt ott. És mi is ezt csináltuk, hogy felértünk a csúcsra, azt hiszem, hogy még nem tudom felidézni pontosan, azt hiszem, hogy elsőként értem föl, ez ilyen perceket jelent csak, mert az én időbélyegzőm, az én fényképen időbélyegzője a legkorábbi,
Tehát először valószínűleg rólam készített felvételt gyorsztak időközben beért minket a sakját mondtán, és aztán utána én készítettem felvételt Jostról, Márióról és Passangról különböző kombinációkból. Passang Máriónak a serpa mászója volt. Ne bontsuk ki teljesen a családi hálót, mert kicsit elveszünk a részletekbe. De szerintem egy picit több is volt köztünk. Figyelj, olyan van, valamikor egy hegymászó, akiről hallottatok, hogy bármikor megpróbált csalni, hogy nem jutott föl, de úgy fotózta magát, és ez kiderült, és azóta rajta röhög a hegymászó társadalom, vagy ilyet hegymászó nem csinál? Van néhány legendás történet, ugye nem fényképpel, általában fénykép nélkül, tehát általában történet úgy kezdődik, hogy elrombott a fényképezőm. De azért nem ezt szeretném kidomborítani, ugyanúgy, mint hogy nem azt szeretném kidomborítani, hogy előfordult már a Himalájában, hogy valaki megette a másik ennivalóját, vagy elvitte a gázát, vagy nem tudom, a sátrát, ezek mind előfordultak. De annyira nem ez jellemző a hegymászást, illetve az expedíciós hegymászást, hogy nem ez. Jó, persze, nem az emberi találékonyság. Az emberi találékonyság azért az érdekel bennünket, igen, hogy sose volt 8800-on. Vannak 86-on megállt a hülye, és egy barlang előtt lefotóztam magad, és szóltak, te hülye vagy, Josif. Hát az nem tudom, 8006-on a barlang, ahol te lefotóztad magad, és közben jött nagy szájjal. Így van, igen, vannak ilyen. De jó, hogy csak nekem mutattad meg, a többieknek nem. Nem mondd el senkinek. A lefelé út az mennyi ideig tart? A lefelé út, ugye a csúcsmászás után mi sötétedések, nem sokkal sötétedés előtt értük el a négyes tábort, tehát lefelé is elég sokat kellett patakolnunk, különösen mert bejött az, amitől tartottam egy kicsit, hogy a felhőben elvétettük az utat, úgyhogy vesztettünk időt, és volt benne valamennyi kockázat, illetve erőfeszítés, hogy megtaláljuk megint a lefelé vezető utat, de sötétedésre értünk le a négyes táborba, és onnan már nem mentünk lejjebb aznap, mert nagyon fáradtak voltunk Josztal, úgyhogy másnap hajnali 6-tól este 8-ig handukoltunk le, ereszkedtünk le. Az elveszteni az utat mit jelent? Mert ugye az ember túrázik, érti, nyilván most megpróbál ki a hülye hasonlatokat hozni, és valahogy visszatalálsz a Kékkeresztes útra, és mész tovább. De ott köd van, sötét van, mindenhol hó van, és minden út lejt, és lefelé mutat, ott mi alapján találod meg a helyes utat visszafelé? Ráadásul minden út lejt, az úgy hangzik, mintha lenne út, de valójában nem, hanem ilyen földrajzi formák, gerincek, hófolyosók, hólejtők, ilyesmik vannak. És az elvesztettük az utat, az azt jelenti, hogy említettem, hogy nem voltak rövidebb kötelek a csúcs külső kisebb szakaszán, és ugye kötél mentén könnyű lett volna lemenni, mert olyan vagy, mint a trolibusz. Rákapcsolt egy karabinert a kötélre, és mész lefelé, nem nagyon lehet elkivedni. Mi a közben egész egyszerűen nem találtuk meg a saját nyomainkat a hófolyosóban, és így egy alternatív útvonalat kellett kijelölnünk, és végül nem tudom, hogy mennyi keresgélés után, talán egy óra, most hasalok, mert nem emlékszem pontosan, tehát mondjuk egy óra keresgélés után belefutottunk megint a saját nyomainkba, de addig ott a lejtőben turkáltunk a hóban, mindenki ott a maga kis vakontúrásában, és kísérletezgettünk. És ha nincs meg, az azt jelenti, hogy akkor ott éjszakáztok a hegyen, ahol megérkezik az este? Igazából felmerült már bennem, és a többiekkel utólag beszélgette bennük is, már felmerült, hogyha igazán elszúrjuk, akkor sajnos tényleg nincsen más megoldás. Jobb ásni magadnak egy kis lukat a hóba, és átpatogni az éjszakát, mint hogy olyan terepen mozogjál, ahol tényleg nem tud irányítani a dolgokat, egyáltalán nem. Itt tehát... a fényképeid között találtam egy hát sportemberhez méltót, ezt nézzétek meg, egy irgalmatlan méretű szivarral. Az a beszél, hogy én valószínűleg az a napszában. Utána vagy előtte ez? Már a csúcsavadás után? Vagy ez még előtte? Nem tudom, mert többet is találhatsz. Minden expedícióra viszek magammal néhány darab, tehát itt olyan 2-3, maximum 5-5 dobozban finom szivart. És hanem tigiztem, még a gimiben is kimaradtam ezekből a klasszikus PT-tigizős bulikból. Úgyhogy nem dohányzom, de szeretem azt a szertartást, amikor leülök egy szivarra, egy kőre, és megünneplem mondjuk azt, hogy vége az akklimatizációs folyamatnak, eltelt másfél hónap, jön a csúsztámadás. Igen, akklimatizálottam. Csak annak a tüdőmnek. És ugyanúgy a hanyadat. Nem kívodja a tüdőt, de a fájrákodnak, nem időrákodnak. Ja, így van, így van. Ami nem sokkal jobb. Igen. Hát érdekes, mert mindig az ember szájtatva hallgatja, hogy annyira idegen világ, de annyira érdekes egyébként, amiket mondasz, hogy az ember elképzelni se tudja, hogy milyen lehet ott fönn. Dávid, gratulálunk még egyszer, hát ez egy nagyon nagy dolog, és sok hasonló jót kívánunk neked. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Köszönjük szépen. Krej Dávidnal, köszi.
8000 méter magasságban botorkálsz a mínusz 23 fokban, és jön a sötét, bevermeled magad oda a hegycsúcsba, te vacogsz, nem? Annyira más. Azt se tudod, mert nem tud, jönni, hol nincs vagy. Fantasztikus. Semmi. Igen, nincs ott a kék kereszt. Meg az úti könyv. Ereszkedjél lefelé, elképesztő. És elképesztő közben ugye van egy másik világra, hát világra szól nekünk mindenképpen az, hogy Neszmély Emil nevű magyar mászó is sikeresen abszolválta az Everestet, megmászta ő oxigén palackkal, de a nehezebb oldalról jutott fel. Ezt most már nagyon sokan csinálják, én azt már nem annyira szeretem. Már nem ezt, hogy oxigén, tehát az egy nagy dolog, van. De hogy ott már ilyen, általában japán turisták bekötve sorba botorkálnak, soha nem mászott semmit, befizetett 6000 eurót, és fölbotorkálnak, ha lehetőleg lebotorkált. Tehát azért olyan dolgokat írnak már ott hegymászók, hogy mi ez a hegymászó turizmus, és micsoda kosz, és micsoda, és bekötnek. Látod a japón, hogy kis fényképezők, azt se tudja, hol van, és nem ez a soha nem mászták föl a hegyre. Ez erős túlzás, tehát hogy azért ott... Nagyon sok a civil. Lehet, hogy nem, nagyon igen, sok. Igen, nem, tehát nem profi mászokról van szó, de azért ők másztak, tehát hogy nem lehet egyszerűen oda feljutni előképzettség nélkül. Tehát, hogy ezen nem másztak semmit, nem igaz. Volt most egy film, ami egy igaz történet alapján van, ahol meg is halnak a végén a hegymászók, és most volt 2 éve moziba. Az pont ez az Everest című film. Ez az Everest. Az azt mutatta be, hogy hegymászó expedíciók nulla előképzettséggel visznek föl úgy embereket, hogy az expedíció vezetője az profi, bekötik őt a kötélre, és fölrugdalja őket a hegyre. És brutál katasztrófa lett belőle, egyébként meghalt az expedíció vezetője is. De pont erről szól, hogy te abszolút laikusok botorkálnak föl a hegyre. Na, tehát ha van pénzed, akkor mehetsz. Ameddig lehet fölvisznek, mivel helikopterrel, amíg lehet. Akinek pénze van a helikopter, mi az alaptárban. Igen. Az úgy valahogy nem annyira. Aha, nem bír el. 8:30 volt pontosan, 5 perccel azt mondja, Kopácsi fix trafi előtt Bokorból mérnek, HMV hely felé. Gondolom Hódmezővásárhely, valamint a 10-es kerület Vaspálya, a 10. kerület Vaspálya utcán befelé szintén mérnek, úgyhogy ott is vigyázom mindenki. Ákos legfrissebb hírei után már is jövünk vissza. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Jaj, nagyon jó videót láttam, 3:49 múlt pontosan 4 perccel. Most? Ebben a pillanatban néztem, igen. A Vajnának a felesége, a Timi, a Káni Filmfesztiválon részt vett, ugye mentek nyilván, és ott van egy ilyen jótékonyság, ez Amfar Gála, az, ami egy jótékonysági gála. Amiből az elsőt egyébként az Andy szervezte, tehát ők indították el ezt a fajta jótékonysági gálát, és Timi iszonyatosan pózol a szőnyegen, hogy itt vagyunk az Amfar Gála, nem tudom, mire a Vajna oda szól neki, hogy gyere, mi nem vagyunk sztárok, gyere már, ne pózolj! Jó, ide jó! Gyere már, nem vagyunk sztárok, ne pózolj. Ott állnak a fotósok, ugye, és Timi megáll a fal előtt, de hát nyilván várják ugye a világ sztárokat. És ugye Vajna szól, hogy gyere már, mi nem vagyunk sztárok, menjünk már tovább. Rászól a feleségére, hogy menjenek már tovább, ne álljanak a fotósok előtt. Timi meg nagyon itt vagyunk az Amfar Gála a fotós fal előtt, ott vannak a fotósok, iszonyatos a hype-olja az este. Egy a tudósítás. És ott áll mellett a Vajna smokingba, tudod, két fejjel alatt sem, gyere már, jó, így nem vagyunk sztárok, gyere már, gyere, menjünk már, ne állj meg, így nem lehet megállni. Jó, rángatja a feleségét. Itt vagyunk, örüljük, megértelek, oké, nagyon, csak menjünk már, mert nem rá kíváncsi. Zseniális egyébként, nagyon. Nagyon megszólítja az urát, hogy ugye az első partit azt te szervezted, melyik film kapcsán, és ott mond valamit a Vajna, amit nem értek, talán cliffhanger mond, de nem értem, aha, mert halk volt a videó, de közben hallatszik, hogy gyere már, nem vagyunk sztárok, menjünk már tovább. Rángatja, mert nincs itt helyünk, amire azt mondja, menjünk, érjünk már a terembe. Tök emberi. Nem. Nagyon szórakoztató volt most néztem meg, igen. Na, azt mondja, hogy köszi Balázs, a hétvégén akarta megnézni a filmet. Gyerekek, értem én, jó, ez egy 3 vagy 4 éves film, tehát aki eddig nem nézte meg, az most nem rám haragudjon. Tehát a Janionak volt igazság, igen, akkor ne nézzetek második világháborús filmeket sem, mert tudjátok, hogy mi a lényeg. A nácik veszítenek egyébként. Igen, lehet, tehát, hogy nem egy friss film. Most már elelőtted most meg. Nem akarok senkinek egyébként, tényleg így, tudom, hogy a hétvégén szeretnétek megnézni, de hogy egyébként Napoleon, Waterloo-nál. Igen. Tudom, hogy hétvégén szeretném megnézni, egy szőrös ember, egy lézerkardozó fiatal csávó és egy öreg, akit elég hamar legyőz, egy fekete maszkos csávó. Szörnyű az is egyébként, de a jók győznek. Szóval tényleg 3, 4 vagy 5 éves filmről van már szó, az Everestről, hát itt el lehet mondani azért, hogy nem. Ettől függetlenül érdemes megnézni, nagyon jó. Jó film, és az igaz történet alapján az a szenzációs. Tényleg jó film, Everest a címe, ott megtudja az ember, hogy mi a hegymászás. Fehér Szárból lőnek Győrben, a Duda Centernél a buszmegállóból mindenki vigyázzon. Ezt Totó küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint a budakeszi csomópontban Pest felé a Megyeri híd előtt van egy baleset, és emiatt Szentendréig dugul vissza a sor.
többen kérdeztétek, hogy mi az oka annak, hogy Békásmegyer Árpád híd 45 perc. Hát ez. Hát ennyi. Ez az oka többek között, illetve az Árpád hídon is van egy kis fennakadás. Kopács fixra félőtt a bokorból mérnek, vigyázzon mindenki, az M5-ös bevezetői pedig kerülj el, aki tudja, a határúttól, ahol nem működnek a jelzőlámpák, az Osánnál áll a sor vége. Ezt Petium küldte nekünk, köszönjük. Na, megmutatjuk a hármas ugrást, hogy mi a beugró? Figyelje mindenki, aki játszana velünk a következő órában. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Ajajajaj. Gyönyörűen van összerakva. Ezt még egyszer megmutatjuk, nem? Na, ez lesz tehát, kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Ha nagyon nem megy, akkor majd egy picit segítünk. Pénteken tehetségkutatás, ne felejtsétek el, 7-től 8-ig a gyerekeké a főszerep, ugyanis hétvégén, egészen pontosan vasárnap gyereknap. Gyereknap van, ugye? És ezért mi pénteken szeretnénk valamelyik kis lurkot meglepni egy ajándékkal, ő pedig meglepheti az egész iskoláját, vagy az óvodáját. Mert nem kicsi az ajándék, ugye van egy nagy hűtőszekrényünk, amit telepakolunk jégkrémmel, úgyhogy mit te anyának adod a hűtőszekrényt, egy ilyen utóanyák napja, srácok meg fagyizhatnak. Ezer adag jégkrémről van szó. Ezer adag jégkrémről van szó, ha fél gombócot kap mindenki 2000 adag. Egyébként, na, ugye? Azért már összejön. Hello, hello. Tehát lehet vele csalni, és ehhez valamit elő kell a gyermeknek adni itt a rádióban. Tehát tessék a gyereket felkészíteni, szavalhat, verset mondhat, dobolhat, beatboxolhat, bármit csinálhat a gyermek. Festhet, sakkozhat. Fejben sakkozhat, szimultán játszhat, bármire kíváncsiak vagyunk. A lényeg, hogy a leghelyesebb, legaranyosabb versenyzőnek, akiről mi úgy gondoljuk, hogy szerintünk ő érdemli meg, adunk ajándékot, méghozzá tényleg, ahogy Feri is mondja, egy hűtőszekrény telistele jégkrémmel. A hűtőt is meg lehet tartani, és a jégkrémet pedig be lehet vinni óvodába, iskolába, a gyerekeknek menőzni, hogy ezt nálunk nyertétek, és az egész óvinak nyertetek egy jégkrém adagot. Életre szóló barátságokat lehet kötni ezzel adag jégkrémmel szerintem. Így van, az biztos, a tanárokat meg lehet vesztegetni, óvistársakat magatok mellé állítani, a legmenőbb dolog. Hát most gondold el, beállít a szétvesen gyerekek. Nyertem az óvinak. Miért kérsz? Miért kérsz? És mennyit? Én intéztem az óvinak. Ezzel adag jégkrém. Csak ki van élete, kicsi csicskák. Jó. Igen. Bali, 2015. szeptember 11-én mutatták be az Everestet. Én egy másik Everestre gondoltam. Ez az elő Everest. Ez egy elő Everest. Ez egy régebbi Everest. Nem ami jó. De érted, azért ugyanaz. Bármilyen filmről beszélünk, azért valljuk be őszintén, biztos, hogy jönni fog három olyan SMS minimum, akik azt írják, hogy a hétvégén szerették volna megnézni. Jó, persze. Fél óra múlva szerették volna. Már be volt készítve. Igyetek el. Van egy tavaly Everest, de van egy 3-4 évvel ezelőtti Everest. És annak is Everest. A halál 50 óráját ne nézzétek meg, mert az Árdenek ellentámadást elbukták. Jó, ott mondjuk azért van 40 év, amire lehet fogni. Nekem ez az 5 éves film, ez kicsit tényleg erős volt. Igen, azt hittem, hogy régebbi. Úgyhogy többen kérdezitek, hogy zajlik majd ez a tehetségkutatás, visszatérve még egy fél mondatra. Telefonálni kell, adni a gyermeket, és utána hát egy bizonyos időintervallumban a gyerek bizonyíthat. Perceket nem tudunk adni, de egy-kettőt. Ha nagyon jó, akkor mehet a produkció. Erősítőt, gitárt is be lehet készíteni, minden. Csak a lényeg, hogy a gyermeket hagyjátok érvényesülni, és nyerjen nektek hűtőszekrényt. Jó? Bármit csinálhat. Igen. Hogy hívják, egy jó kis óvis tetvet állt, érted? Imádnám. Valami zseniális bégemet áll. Kakis pelus. Van korhatár? Hogy mi a... Kakis pelus, Erzsi nénér. Van korhatárunk? 14. 14, legyen 14. Jó, 14 ez legyen. Most mennyi legyen 20? Ne alatt a halálos a mandula gyulladás, hogyha... Ne, lefele. Hát lehet 14-ig. Jézusom. Ez 14 plusz, a túl, de izgalmas lenne. Hogy már kizárjuk. Mutáló hangú 18 és... Hello, tudok szavarni. Dehogy is, 14 alatt. 14 alatt értelem szerint. Jó, a 14 az tetszik, igen, a 14 az jó. Hát, igen. Hát magyarul általános iskola. Igen. Tehát középiskolások, túlkorosak. Na, akkor megértetted végre. Jó van. Mit? 5 perc, pontosan 9 óra. Jövünk Ákos idei után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 10 perces. Süt a nap, nagyon szép idő van. Szép idő van. Elvonult a vihar, legalábbis itt. Így van, vidáman arra szólnak az autósok az Üllői-úti felüljáron. Igen. Tényleg egyébként, mosolygós arcok.
Száradó utak. Igen, de ő a Viki. Ja? Hát de nézd meg, hogy örül. Nem, tényleg egyébként itt most már Budapesten kezd jó idő lenni. Elment a vihar. Keletre. Kelet felé távozott. Kerecsendeger között most állítják a négy lábút, Zajci küldte nekünk. A Gyömrőjén ismét működnek a lámpák, már dugó sincs. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy mi van még. Budai alsó rakparton egy lámpa miatt egy picit lassabban lehet haladni. Készüljön mindenki a torlódásra. A M3-as 84-es kilométerénél fotóznak, valamint a 471-es főúton Szabolcs felé vigyázzon mindenki. Fejérszádból lőnek Győrben, a Dunacenternél a buszmegállóból, valami Szentendrei befelé beállt Békésmegyer Árpád híd 45 perc, Maki Verem küldte nekünk. Köszönjük szépen. Kopácsi Fixtrafi előtt bokorból mérnek, és az M5-ös bevezetőjét kerüljétek, mert ott is hatalmas dugó van. Köszönjük szépen. Mindenkinek, aki küldött nekünk a közlekedési SMS-t. Fontos ez, fontos ez. Így van. Hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet az utakon. Mit? Jó, erre már nem kell. Nem kell reagálni. Nem. Semmi kérdés. Ne húzd fel magad. Ugye? Nem emlékszel az utakon is, mi lett belőle. Nem kell. Tedd azt, amit én. Fekete listára lesz kész. Ne jezgessük őket ezzel a fekete listával, mert minden hallgató paranoiás, és minden kezdés fekete listá. Azon gondolkodtam egyébként, hogy majd valamikor a jövőben, most már, hogy így van táblatunk, tehát egy jövőképünk újra. Biztos vagy te ebben? Nem. Igen? Egyáltalán nem. De engem azért ez még nem győzött. Jól hangzik. Egyáltalán nem, hogy ha az utolsó héten újra megint magunkra akarom szabadítani majd az összes fekete listás hallgatónkat. Jó, tényleg azt akarom, hogy akkor feloldom majd az összeset, nem csak én teszem egyébként fekete listára azokat a hallgatókat, akik ugye nem bírnak magukkal sok tekintetben, hanem azért mindenki más is, és arra gondoltam, hogy akkor újra magunkra szabadítjuk majd őket. És akkor egy héten keresztül megint lehet minket szapolni, osztani, savazni, degradálni, leszólni, amit akartok. Megint minden, újra. Minden. Jó, én benne vagyok. Jó? Én benne vagyok. Na, kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk hosszú-hosszú idő után a mi Julink. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Júli, 1000 éve nem találkoztunk. Igen, pontosan 2 hete. 2 hete? Nem. Nem, 3 hete, mert egyszer voltunk túlnézni. Két héti maradás volt. Így van. Hát az 3 hét. Igen. Tennap volt a születésnapom, csak azt sem mondtam. Nem is tudtam. Én nem nézek Facebookot, én ezeket kezdve viszont ki vagyok zárva a közösségi életből, teljesen. Mindenféle Facebook oldalt. Senkitől nem jött info. Tehát senkinek a Facebook oldalt nem látom. Arra szólítottak föl, hogy jövőre hívd föl őket egy kicsit előtte. Mindig jó, hogy készülhessen. Mert már még régen volt egy papír, hogy kinek mikor kint van az volt, a rajta. Igen. Voltál? Igen. Azt hiszem, igen. Egyébként de már nincs kint. Rajta vagy? Nem, már nincs kint, valahogy az lekerült a falon. Valahogy lekerült, kim volt, hogy május, július, nem tudom, neked mikor van. Ja, hát ugye ez szintén május, mert hogy tegnap volt. És az írei kim volt a fali újságon, aztán ez valahogy levettük. Igen. És akkor... Mert egyszer elfelejtettek az enyémet, és akkor kiütem a klótyóra. Nem, azt mindig elfelejtjük. Igen, csak mondom, jó, hogy az enyémet ne felejtsétek el, és ne is érjen az a vár benneteket, hogy nem szólok előre. Július 18. Jó? Csak hogy ne azt mondjátok, hogy júli 18. Hogyan tudod te? Azért tudom, mert tegnap mondtad egy dátum miatt fontos volt. Na meg is van. Igen? Mondtam ezt egy... Igen, ezt a dátumot. Tehát ne ostorozzátok magatokat, ha már hetekkel előtte eszedek bőt, hogy mit a balinak, meg ja Istenem, de meglepném valamivel. Adjátok át magatok azt az érzésnek, és nyugodtan. Jó? Nem kell ezt elnyomni magatok, és ilyen férfias macsót játszani, mi úgyse veszünk egymásnak semmit. Nyugodtan, ha jön az az és amit úgy hívunk szeretet, akkor ne álljatok ennek ellen. Jó. És vegyétek meg azt, amit én elejtettem. Kell mögé a szeretet? Valami a ki, persze. Ha jön az érzés, én nem fogok ellenállni. Ha jön, nem jön. Hát, hogy elnyomjátok, ne nyomjátok el, hagyjátok, hogy ez a belsőtökben szétáradjon, amikor eszetekbe jutok már, ahogy közeledik a július, és legyen majd valami, nem kell nagy. Július, tényleg, nem július kell 17-én majd dobsz rám egy SMS-t, hogy jön az érzés. Nem kell, hogy annyi dobni július 17-én, mert 10-én én már szólni fogok, hogy ne felejtsétek el 8 nap múlva. Tehát, hogy nem gondoljátok, hogy én ezt kihagyom majd, hogy ne szóljak nektek előre. Így természetesen jelezni fogom. Hogy én szabim vagyok. Kelet felől fog felkelni az a nap, ami majd gyakorlatilag. Amikor Bali megszületett. Így van, Istenem, Bali de szép lesz majd. Ennyi minden. János kórházba, így van. János kórházba? Igen.
Van már márvány tábla? Arra pusztulatra ellopnák? Ne. Ha hova? Ha milyen János Kórház? A János Kórház a budipapír nincsen meg. Meg na meg, jó, meg. De nem is azért. Márvány tábla, érted? Hát fertőtlenítőszert szeretnének, budipapírt szeretnének, és ellátni normálisan betegeket. Szegények. Szegények. Én valamikor, hogy nem ott voltam, ment a sürgősségén. Hát... ott már nem szívesen más helyeken ott már disznót nem vágnak, komolyan mondom. Hát az elképesztő gyerekek. Na mindegy, ez egy másik műsor. Ennyi. Viszont látod, ennyivel korábban születtem, mint ő, hogy mire ő megjött, már rólam kórházat is neveztek. Ennyi. Igen, tényleg. János Kórház. Mit hoztál, Juli, nekünk? Na, srácok. Na. Szóval, mielőtt még belevágnék, az állandóan háborgó hallgatóknak előjáróban csak annyit. Látszottal ellentétben én tényleg nem vagyok egy fehér májú pervers. Nem, hát csak hetente hozol olyan témákat, ne, éppen, igen. Egyébként még nem hetente, kikérem magamnak. Nem, már nem engedjük. Hogy is mondjam, engem a kíváncsiság hajt, és biztos vagyok benne, hogy ezek a dolgok, amiket én néha kipróbálok, ez valószínűleg sok embert érdekel, kipróbálnák, megtapasztalnák, vagy, de nincs rá idejük, vagy alkalmuk, vagy lehetőségük, vagy bátorságuk. Én meg elmegyek, kipróbálom és elmondom, hogy mit tapasztaltam. Úgyhogy voltam egy shibari workshopom. Na shibari? Végre, na végre, hát hiányzott nekem, hogy menj már el egy shibari workshopra. Subarut ismerek, shibari? A shibari az egy japán kötözés művészet. Jézusom, Júli. Lekötözöd a másikat. Jönnek az első SMS-ek. Ezért nem, ma beütöttem, hogy shibari, és kijött, hogy shibarihotelbooking.com. Hát azonnal foglalok is oda egyet, ahol a reggelinél megkötöznek majd, és brutálisra csúnya dolgokat csinálnak. Szóval japán kötözés művészet, egyébként elég komoly kultúrtörténete van ennek a kötözés technikának, már a 14. században is alkalmazták, egy kis kultúrtörténet most következzék, akkor Hoyojutsu-nak hívták, és ez egy katonai kötözés technika. Hoyojutsu. 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 Egy katonai kötözés technika volt, és a szamurájok fejlesztettek ki azért, hogy az ellenséget, a prédát megkötözzék úgy, hogy sem mentális, sem pedig fizikai fájdalmat, illetve sérülést ne okozzanak neki. És ezt kötéllel kötözték, megtették mozgásképtelenni az ellenséget, de úgy, hogy ez nem okozott neki fájdalmat, viszont ez egy fifikás technika volt, mert pontosan tudták, hogy hova kell úgy hurkot tenni, meg csomókat tenni, hogyha ott nagyon, nagyon elkezd ficeregni az ember, akkor az kellemetlen legyen. Jézus, Júli, mondd, hogy nem mennél ilyenre, úristen. De mi a cél? Bondage. Bondage, hát ez így találod meg. Ez nekünk európaiaknak, magyaroknak ez egy tök fura dolog, hogy mit keres ez, mert egyébként ez utána beszivárgott a hálószobákba Japánban, ez a európai szemmel egy perverzió, egy furcsaság, ez Japánban nagyon népszerű, szeretik egymást megkötözni. Vannak úgynevezett love hotelek, amiket egyébként te a házakból alakítottak ki, és ide több millió pár jár el évente azért, hogy egy kicsit felfrissítsék a szexuális életüket, ez egy nagyon jól felszerelt ilyen kis kéjbarlangok, úgyhogy... Van kötél, gondolom. Kötél van, mi egyéb. Uh-huh. Ott, hogy is mondjam, a BDSM sokkal inkább ott van a köztudatban, sokkal inkább... Hogy? Jó, a japánok elég betegek. BDSM, ez egy kategória. Ez egy, hogyha majdnem ugyanaz, mint a ütközése. Ennyi gyerekek. Isten hozta az új tulajdonos, nem? Hagyj kapjon is levelet. Semmi tudja meg, mi az az NMH. Jöjjön az első levél az új tulajnak is. Semmi olyat nem fogok mondani, ami... Mr. America. Most kihúznánk szerintem a gyufát. Tulaj elkezdte ráncolni a szemöldökét. Mégse lesz ebből novemberben semmi. Igen? Szóval a lényeg az, hogy ott vannak ugye ilyen klubok, és vannak shibari színházak, ahol... nagy show előadás közepette. Igen, hát ott ez egy művészeti ág tulajdonképpen egyébként Japánban, így van. Így ugye van. A shibari, tehát hogy ott tulajdonképpen a hangsúly az esztétikán van, hogy egy nőt úgy húsba kötni, hogy az szép legyen, az gyönyörű legyen, gyönyörű geometrikus formákat hoznak létre, kötéllel. Hát ugyanúgy, mint a manga például, ami hozzátartozik az ő kultúrájukhoz, ugyanúgy, igen, hát ez a shibari is egyfajta művészeti. De hogy szépen kötöz meg. Igen, hogy tudod szépen megkötözni, igen, és a csomózási technikákat nézik, milyen bonyolult a csomózás. Felajza az a látvány, hogy ott van egy nő, egy szép női test, amit ellenpontoz egy kötélnek a ridegsége, és egyébként és gyönyörű szép. És nem kalimpál, és nem dobálhatja magát, így van. És fixen, és ott van, így van, és ott marad, ahova teszed. Szóval ezek óriási showműsorok, és ilyen gyönyörű szép mintákat, illetve formákat kötöznek rá a lányokra. Egyébként ennek a házi formája, vagy a otthoni használatra kialakított formája, amikor a férfi a nőt megkötözi, és nyilván nem a magyar változat, amikor fogsz egy 8-as damint, azt oda kötöd. Kötöd a fűtőtesthez, Józsi. Szóval azt úgy hívják, hogy kimbaku.
Kimbaku? Kimbaku, igen. Ez az otthoni változat. Az otthoni változat, igen. De a shibari az kétségtelen egy ilyen sóműfaj. És a Pirner alma csinált ilyen. Na, hát ki más. Shibari tanfolyamot? Hát ilyen workshopot, igen. Megcsinált a magyar változatot, a gompakut, ami gumipókkal kötözött. Igen, egy Lada tetőcsomag tartójára. Igen. És én az almánál már ugye voltam, ő nagyon jó dolgokat tanított nekem, úgyhogy gondoltam, hogy ezt is érdemes lenne kipróbálni. Azért, hogy aztán hazamenj, és otthon majd a gyerekeket megkötöd, és félre tudjam menni. Igen, egymást a boilerhez kikötve kipróbáljátok, hogy milyen a shibari. Nem feltétlenül, tehát nyilván nem gondoltam én ezt a dolgot tovább. Arra voltam kíváncsi, hogy mit akar ez a módszer, ez a technika, aztán hát gondoltam, hogyha valami olyasmit látok, akkor azt nyilván majd átültetjük. És nagyon meglepődő, mert tekesekkel találkoztál, akik szinte használják ezeket a kötözési technikát. E-mailben kommunikáltunk ugye megint az Annával, kérdeztem, mit hozzak, mondta, hogy hát szerinte hozzak magammal egy magas sarkú cipőt, mert abban mindenki nőiesebbnek érzi magát. Hát jó, mondom, oké. Elmentem, kinyitotta az alma az ajtót egy ilyen talpig latexben. Lakásban? Tehát igen, neki van egy barlangja. Nem, műhelye, igen, tulajdonképpen, ahol mindenféle ilyen programokat tartanak. És én azt hittem, hogy kettesben leszünk, vagy legfeljebb hármasban, és mondta, hogy fáradjak be egy szobába, és úgy képzeljétek el, hogy már ott ült 10 ember. Megkötözve? Nem, ja. Teljesen. Ők korábban jöttek vitten. Igen, mesztelenül megkötözve. Igen. Nem, 10 fiatal voltak köztük, fiúk, lányok, párok. Egy körülbelül akkora helyiségben, mint ez a stúdió, úgyhogy ültünk kicsit feszengve, aztán megjelent ugye Alma, besétált ebben a latex ruhában, mi ott ültünk civilbe, farmer, nadrágba, pólóba. Na jó, de miben jött, hanem a fityulába, meg kismama cipőbe? Nem. Ez a munkai ruhája. Pontosan. És azonnal oldotta a hangulatot, megkért mindenkit, hogy mutatkozzon be, és hogy mindenki mondja el, hogy ki miért jött, és ki miért szeretné ezt megtanulni, és tök érdekes volt, hogy senki nem volt zavarban, mindenki elmondta, hogy érdekli a fétis világa, ha szeretné, hogyha megtanulná. Rohatom van a morning show-ban, és egyre nehezebben találok én. Shibari. Ez szó shibari, igen? És nagyon mindenki abszolút nyitott volt, és őszinte mondom, volt két szerelmes párocska, akik mondták, hogy őket ezt már régóta érdekli, és szívesen kipróbálnak. Jól van. És akkor az alma elkezdte elmondani, hogy hogyan vannak az alattechnikák, hogyan kell két kezet összekötni, hogyan kell ezeket a csomókat létrehozni, hogyan kell hátra kötözni, úgyhogy ez ne fájjon. Én voltam a szemléltető eszköz. Téged hogy hívtak ki szemléltetni? Igen. Igen, és akkor kettő párokba fejlődtünk, és mindenki kötözgette a másikat. És hát mondjuk a két óra végére megtanultuk az alapokat, hogy hogyan kell a legegyszerűbb ilyen csomókat létrehozni, meg hogyan lehet lekötözni valakit úgy, hogy nem feltétlenül csúszson ki belőle a keze. Én megtanultam, amit meg lehetett tanulni, és hát hova megy ezek után a maga a jó asszony haza. A jó asszony, nem. Hát az obiba. Ne, Mária. Úristen. Basszus, nekem nincsen otthon. 6 méteres pani fel, kérek szépen. Sajnos gumipók nincsen. Hát nekem nincsen otthon kötelem. Alma pedig mondta. Egy felújításhoz nőtrágya. Elmentél az obiba bevásárolni. Nagyon jó. Honnan szerzel ilyen kötelet? Nem is tudom, milyen kötél kell ez. Hát azt mondta az alma, hogy 6-8 milliméter vastag, de lehetőség szerint ne legyen kender, mert hogy ez kidörzsöli a bőrt, hanem műszálas, vagy inkább pamut kötelet szerezzek. Először fölmentem az emeletre, ott kábeleket találtam, akkor visszamentem a földszintre, ott kóvályogtam egy darabig, akkor megtaláltam azt a falat, ami tele volt kötelekkel. Volt ott lánc is, volt ott minden kicsi, vékony, vastag. Egy kicsit majdnem elcsábultál. Igaz, hogy a szalitereknél voltál, és budiláncok voltak, de de mondtad, hogy ez tökéletes lesz. Igen. Gondolkodtam rajta, hogy mi lesz, ha odalép mellém egy férfi, vagy egy elárusító, hogy mit fogok neki mondani. Azt gondoltam, hogy az lesz majd az alibi sztori, hogy a gyerekek indiánosat akarnak játszani. Igen. Erre ő azt mondta volna, Pirner a shibari. Magamára tizedik. Balhácsosor négyes. Lapszabászat mellett a shibari kellékek. Igen. És aztán vettem 6 méter kötelet, de mi ez a hajókötelet. Vitorlás kötelet, igen, mert az pont annyira vastag volt, meg pont annyira jó volt. Igen, nem csak nekünk a földszinten nincsen olyan, amiről ilyenkor mindig csillog a szeme, a Pirner alma neve számára. Tudja, hogy valami új lesz. Igen. Valami új lesz. Igen. Számára garancia arra, hogy valami új dolog és valami jó dolog fog ebből kisülni. Nekünk a földszinten nincsen semmi olyan dolog, amihez ki lehet
oda lehet kötözni bárkit. Vagy hát legalábbis a kanapé közelében. Szörnyű felszerelő. Drám, alszanak már a gyerekek? Igen, hozhatod a köteleket a gardróból. Rendben, kicsi mozom, hiszen már elaludtak, biztos? Biztos? Akkor hozd a kötelet. Gyere a karancstűzhelyhez, mert hogy miért? Letettetek a gyerekeket, és induljon a sibari at home. Tehát, nem, elküldtük a nagyszülőkhöz. Elküldtétek a nagyszülőkhöz. Gondoltátok, hát hosszú este lesz, ha valaki beszorul, akkor azért meg kell. Hajnalban ne találja meg a gyerek a radiátorhoz láncolva. Igen? De a tetőtérben van nekünk egy oszlop, ami tartja az egész tetőt. Nyilván, és hát gondoltam, hogy akkor az jó. Jó lesz. Átöleltem ide az oszlopot, mint Döbrögi. Igen. Mögé álltál, fogtál a kis ludadat. És eljátszottad a talján építőmester. Oda toltam az ágyunkat, a matracunkat. Az oszlophoz neki toltad az ágyat. Aha. Igen, hát ne, tehát, hogy legyen valami, ahol persze. Meg ne legyen kényelmetlen, ugye, mert a lényeg ennek az egész történetnek az, hogy az ember ne zsibbadjon el tőle, meg ne legyen fájdalom, meg ne legyen ez egy kellemetlen. De cél az volt, hogy te amirót, tehát hogy kikötöd? Igen, nem tudja, nem akartam őt megtanítani arra, hogy persze. Így kellene engem kikötözni. Aztán utána jöttem rá, hogy sötétben ez annyira nem poén, mert hogy ezt látni kell ahhoz, hogy rendesen rá tudjam kötözni. Úgyhogy elkezdtem ott mahinálni vele. Nem, mit csinált? Megadóan feküdt a hátratett kézzel, és várta, hogy kikösd egy oszlophoz. Egy adott ponton mondtam neki, hogy... Kész vagyok, de itt vagyok tőled két évvel. Kicsim, kapcsolt fel a lámpát. Én még mindig szabadon mockom. Igen? Egy adott ponton mondtam neki, hogy akkor most tedd össze a kezed. Hátul a feje fölött? Nem, hát így. Ja, tehát csak, hogy értsük a tehát maga előtt, mint amikor mindig megbilincselsz valakit. És akkor elkezdtem ezt így rácsavarni. De hát annyira zavarban voltam, meg hát annyira nagyon oda akartam kötni az oszlophoz, hogy hát így kötöttem, ahogy bírtam. Igazából szerintem, ha körbe tehát semmiféle sibari technika nem volt benne. De volt benne azért, tehát az alapkötés az megvolt, de aztán jól oda kötöttem őt az oszlophoz. És megkorbácsolta. És hát az egész tetszett neki egyébként, jó pofa móka volt. Csak az egész végén, amikor gondoltam, hogy eloldozom, akkor a Miró fogta, és így kihúzta a kezét az egész cuccból. Tehát tökre nem volt. Micsoda haladó sibari technika. Eljátszott, nagyon jó, drágám, nagyon elég, és kihúzta a kezét. És közben mi történik? Tehát oda van kötözve, közben megtörténik, aminek meg kell történnie, kikötözött kézzel. Innentől kezdve tulajdonképpen nálad az irányítás, tehát tulajdonképpen azt csinálhatsz, amit akarsz. Úgyhogy lementél a földszintre, és kiöntötted az összes piáját. Igen. Utána fogtál egy domesztoszos vödöt, és fütyülésre elkezdtél kitakarítani. Igen. Tehát, hogy ebben megvan az izgalom, hogy te irányítasz, azt teszel vele, amit akarsz. Nyilván semmi olyat nem fogok csinálni vele, ami neki ne lenne jó vagy kellemes, de hogy tulajdonképpen van. Hozol egy szögbelövőt, és kétszer farkofán lövöd. Igen. Ezt nézd meg kicsit. Az új szögbelövő, az Obiból. Most kapaszkodj. És nem tud védekezni. Hogy is mondjam, tehát hogy az izgalom, az a fajta érdekesség volt ebben az egész történetben, hogy abszolút az én kezemben volt az irányítás. Tehát csak az történt meg, amit én akartam. Ő pedig, hogy is mondjam, elszenvedője volt az eseményeknek. De ettől valahogy igen, érdekessé, meg izgalmassá vált az egész dolog, de hát mint utólag kiderült, tök kamu volt az egész, mert hogy egyébként bármikor ki tudta volna húzni. Hát vagy a sötétben rosszul csináltad meg valószínű, nem? Rosszul csináltam meg, annyira rosszul csináltam meg, hogy ki tudta húzni utána a kezét, tehát nem kellett eloldozzam. Viszont a kötelet annyira oda kötöttem egyébként az oszlophoz, hogy utána kisolóval kellett levágni. Tehát, hogyha nem tudta volna kihúzni a kezét, akkor kénytelenek voltunk ott ólozni, mint ahogy aztán utána le is kellett vágjam. De működik a dolog? Izgi egyébként, jó? Egyébként izgi. Igen? Tök izgi. Aha. Nem tudom egyébként, hogy ez Japánban hogy működik. Ez egy érdekes performance lehet. Igen, vannak ilyen színházak, ahol ott fellépi egy ilyen szensei, aki megkötözi a nőt, és akkor a közönség ül és ezt így nézi, és azt mondják, hogy ez egyébként fú, mekkora extázis, és hogy mekkora látványosság. Ja, fú, de megkötözte, vagy mit mondanak a végén? Fú, de szép lett. Igen, fú, de szép lett, igen. Mert hogy egy ilyen nagyon szép mintát tudnak egyébként ezekkel a kötelekkel kialakítani. Na megvan Balázsik a következő színházi előadás. Féljetek, az őrültnök kettőc és király volt, de hogy nem fogjátok el. Az Óza csodák csodája sem volt rossz. Óza csodák csodája sem volt rossz, meg komolyan mondom, de a centrában ez a sibari művész, figyelj, hát ez olyat kötözött rajtam, de a kötöző meg egy bánc. Kihívtak a színpadra, ott valami csávó megkötözött, nagyon jó volt. És hozták kötelet? Aha, figyelj ide. Aha. Ez az alap.
De egyébként nagyon gyorsan Juli befűzött egy olyan csomót, hogy... Nem, ez például mit? Nem. A hátadra kell. Aha. Miért az én hátamra? Mit akarsz az én hátamra? Kössük össze a Zsüllel a Ferit. Ne oda tegyük már! Egy napra. És tegyük ki őket a Clark Ádám téren. Egyébként nagyon ügyesen mozog a Juli. Juli csinált egy ilyen pillangó formájú kis kétbebújós hátizsákszerű kötést, amit megkötözöl úgy, hogy bele tudsz bújni. Itt a hátam közepén ez itt van a csomó, hogyha nem akadtam volna most bele. Csinálsz még egy csomót, igen. És akkor ezt elkezded ráhúrkolni akkor. Aha, és itt megfoglak, és kiviszlek. Ja. Járok, és itt végig van csomozva a hátam. De most, hogy mondja, van ebbe valami? Komolyan mondom. Én már látom asszonykám hátam, gumipókot feszül. Én már nem mennék haza. Veszek szintméter gumipókot. Van 6 méter kötelünk, ha gondolod. Jó, ebbe valami. Villanyászok szikszalaggal is próbálkozhatnak. Jó. Ott egyébként érdekes volt, mert ezen a workshopon egy csomóan részt vettek, akik már voltak, mert hogy az Alma csinált ilyeneket, hogy fétis kezdő. Haladó. Fétis kezdő. Bondage kezdő. Sibri. Munkai központ. Sibari. 60%-et visszatéríti. Hogy egyébként engem meglepett, hogy milyen sokan voltak itt. Tehát én azt gondoltam, hogy erre így nem nagyon lesz közönség, vagy érdeklődés, és ahhoz képest meg majdnem, hogy alig tudtunk leülni. Tehát szerintem az embereket ez érdekli. Abszolút, persze, meg hát tökéletes, beszélsz erről. Igen. Meg így reklámozta, gondolom, az Alma. Juli is ott lesz. Igen, akkor megyünk. Végig személyesen is megismerlek. Te már így megmondod a telefonban, hogy nem az Alma nem ismert téged, hogy valamit ki akarsz próbálni, már így vágják, hogy mész valahova? És hát újabban már nem. Már nem a saját nevedet mondod. Mint Mátyás király árvában. Igen, mert hogy már egy nagyon már futottam bele olyan, hogy azt mondták, hogy nem szeretnék. De kemény. Tehát, hogy nem szeretnék, hogy utána adásba te elmondd az élményeidet. Ezért most átszázod meg. Jó napot kívánok, Ponyicki Anna. Szeretnék elmenni. Igen. Na jól van, Júlia, én szeretem, hogy ilyeneket kipróbálsz. Jó ez egyébként. Jó van, drágáim. Igen. Puszilunk, köszönöm meg szépen. Legalább legálisan értem, megvan a fedősztorit, hogy miért is mészelte ezek a morning show, rovat, meg kell tölteni tartalommal. Igen, gondolom, hogy én az... egyébként családanyaként, két gyerekes, hogy hol érdekel nekem? Otthon meg a Miró 3 napja kikötözve egy oszlophoz, mert nem tudjátok levágni az oszlopról. Ez az a kötél, amivel... Nem. Kösz. Aha. Csak egyszerűbb. Az másfajta. Másfajta kötél. Hajó kötél, mi? Legalább tudjuk már, hogy mi a fedő sztoria, vagy miért ez a hajózása volna jön be a Fanándornak valójában. Igen. Az új tulajdonos most kezdett levelet írni. Kedves Lajos, nem vennéd vissza a Klassz FM-e? Ezt meghallgatta a szinkrontolmács fordít neki, ráncolja a szemül neki. Ajajajajaj. Subject bondage. Majd amikor megy a levél, ugye? Na jó, van, puszi, köszi. Szia, Juli. Ciao, ciao. Menjünk tovább, hármasugrás, játsszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, hello! Hello, szia. Ildi, honnan hívtál minket, Ildi? Hello, Bátmanostorról, vagy a mellől. Vagy a mellől. Hányan laktok ott? Kb. Ezrem. Az nekünk túl nagy. Az most nagynak tűnik, igen. Nagy település, igen, nem jó. Vilis Tour 2016-ra. 100 körüliket keresünk. 100-200 körüli falvakat keresünk, igen. Elég szomorú vagyok. Mit csinálsz egyébként, Ildi? Mivel foglalkozol? Hát én most gyerekem vagyok jelenleg, a kisebbik gyerkőccel itthon. Na, mekkora a nagyobbik? 9 hónapos. Ő a kisebbik? Igen, ő a kisebbik. És a nagyobb? Nem... Nagy, ő már 7 éves, és a lánya, Lili. 7 éves. Vártatok egy... Igen. Ott. Dolgoztunk egy kicsit, és akkor így... Ja. Sikerült. És akkor megérkezett a másik. Jó van, milyenek a kérdések? Közepes. Meg fog fulladni. Ne, csak. Ne, Léci, ne. Vedd le ezt a kötelet a torkba. Ja, igen, mondjuk a dead, hogy segítene. Na, mehetünk, Ildi? Mehetünk, igen. Melyik kontinensen őshonosak a jakkok? Így szól az első kérdés. Melyik kontinensen őshonosak a jakkok? Ázsia? Az, így van. Van, aki segít? Azért ismételtem meg, hogy hallja ő is. Átjöttem a szomszédasszonyhoz éppen, beszaladtam, meg felhívtuk a férjemet telefonon, hogy legyen vonalba ő is. Melyik kontinensen őshonosak a japók? Így kellett a japók. Na, tessék. A japók. Azt mondja, hogy menjünk tovább? Mehetünk, igen. Ki az a világsztár, akivel júniusban duettet fog énekelni Király Viktor? Úristen.
Nem, Mátek kisebb. Csoma, megírták. Mi is beszéltünk. Hát, bulvárban nem vagyok otthon. Hát, oké, egy gyors tipp, mert megy az idő. Jön ide koncertezni. Igen. Nagyon kell. Nem tudom még tippelni se. Nem, hát Anasztézsa, beszéltünk Viktorral a héten, vagy a múlt héten. Hú, basszus. Anasztézsa, vele együtt énekel majd. Azért hát, nagy dolog. Jó neki. Igen. Látom, mennyire megérintett a hír. Igen. Jó neki. Egészségére. Egészségére. Igen. Na hát jó. Sajnálom. Basszus. Ez gyors volt. Már megvan már az anasztézia. Ahogy mondtam az előbb. A szomszéd asszonyom mondja, hogy nem a hihen, nem mondom, nem. Nem, nem, hihen még nem világszár. Reméljük az lesz. Hát sajnos még nem, igen. Még nem. Igen. Köszi a játékot. Hát. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, 6:30, Üllői út, a Ferihegyi gyorsforgalmi híd elején a kifelét, ha tartókat mérik a rendélyverőrei, marcipán küldte nekünk, úgyhogy vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Illetve írt az Obi, hogy ma éjfélig vagyunk nyitva. Jelentkeztek, az összes áruházunk éjfélig tart nyitva. Igen. Speciális kötérészleggel. Ha megnövekedett érdeklődésre való tekintetre. Igen, bondagerészlegünk közvetlen a laminált padló. A laminált padlón tempóra. 6:07, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. 3:10 lesz pontosan 3 perc múlva. Az Instán fönn van egy fotó, nézzétek meg már, mint akik fönt vannak az Insta oldalunkon. Nagyon gyorsan. Hogy nagyon gyorsan, amíg lehet, mert szerintem ez pillanatban belül. Úgyhogy ne legyen más törékeny a kezedbe, úgy nyisd meg. Jó, mert kicsit meglepődsz. Igen. Shibari, a kötözés japán művészete címmel föltettük egy képet. Nézzétek meg, jó? Hogy miről is szól ez? Miről is szól ez? Valójában ez csak az Instán van. Még egy ideig. 18 év felett értek. Így van, egy művész megvalósítási formát talált fönn Balázs, és gyakorlatilag tökéletes illusztráció. Erről szól. Erről szól a Shibari. Ezt csak az instások tudják megnézni, ezt Facebookra nem tudjuk. Ezt Facebookra nem tudjuk föltenni. De nem számolja a like számokat, tehát szerintem lehet, hogy menni. Az már vége. Mi? Már vége? Egyelőre nem. Aha. Mert hát, azt hiszem valakinek jelenteni kell ahhoz. Uh-huh. Tehát ő maga nem biztos, hogy észreveszi. Tehát hát maga vagy... a robot nem veszi észre? Te még látod a képet, Zsül? Nem látod? Akkor ezt elveszítettük. Akkor már nem tudjátok. Tedd fel újra. Már nincsen. Tedd fel gyorsan most. Ennyi. És akkor le is szedték? Ennyi idő alatt? Ez gyors volt. Mondom, vannak ilyen robotok, amik ezt pillanatokat megtalálják. És 3 percig sem volt fönt. Tehát ennyi? Kapott 2 lájkot, meg egy Úristen Jézusom hozzászólást. A japán kultúra, ez nekik smafu. Hát nem, ez egy kulturális, hát az előbb hallgattuk. Hát veszedték maguknak nagyon gyertek gyorsan. Gyertek Instára, és nézzétek meg a képet. Nem, már nem is tudom. A bejegyzésedet eltávolítottuk, mert nem felel meg a közösségi irányelveknek. Már kaptam is a levet. Ki nem volt durva. Nem volt durva. A kis közösség is közösség. Ő egy nagyon kis közösség volt, igen. Na mindegy, hát akkor ezt nem tudjátok megnézni. Jól van, na mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Felhívtuk Lein Dávidot, aki ugye megmászta az Annapurnát, beszélgettünk vele hosszasan. Nagyon érdekes és jó dolgokat mondott arról, hogy néz ki egy ilyen csúcstámadás, hogy kell ezt elképzelni laikusoknak. Hát ez egy nagyon nagy dolog, oxigénpalac nélkül feljutott az Annapurnára, ami 8091 méter magas, és annál veszélyesebb, az egyik legmagasabb 8000-es csúcs, és hát sikerült neki első magyarként ezt megmászni. Óriási, óriási dolog. Az életveszélyes kuluárok miatt. Az életveszélyes kuluárok miatt, így van, jelentsen az utóbbi szobában. A Gyűrűk ura második részében is benne voltam. Így van, belebeszélgettünk, és hát szembesülnöm kellett azzal, hogy milyen, amikor az ember gyermek elkezd felnőni, és már nem becézgetheti, nem hívja úgy, ahogy akarja, mert a gyermek kijavítja egy zöldségesnél, rászól, és finoman jelzi, hogy neki már kellemetlen. Hál' Istennek, mondta már... most Benni otthon. Hiszen már majdnem 7 éves, és szembesültem ezzel tegnap, hogy már eljárt felettem az idő, nem hívhatom úgy a gyermekemet, ahogy szeretném, mert tegnap helyre tett egy zöldségesnél. Ezt meséltem elaggódva, hogy mi lesz velünk szülőkkel, hogy lassan már a gyermek kezét se foghatjuk meg, mert cikivé válunk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva pontosan. 10 óra, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt. Annyira jó volt hallgatni a Klein Dávidos interjút.
Főleg, mert ugye beszéltem róla nagyjából fél éve volt, vagy mikor, amikor megnéztem családilag, megnéztük együtt az Everestet, és hát annyira megdöbbentően más világ, és soha az életbe a közelébe nem kerülünk ennek. És jó volt. Jó, hát egy jó film. Át lehetett élni, de nem is a film, hanem a Dávidon keresztül át lehetett élni. Igen. Hogy az ember mit érez ott, de ő mit gondolod fel. Az újat látta. Hát ez jó kérdés. Ez spoilereztem a filmnek a végét. Azt hittem, egy régebbi filmről van szó, és lelőttem, hogy mi az Everestnek a vége. Majd egy pár év múlva gyerekekkel a megyek kettőben, majd ott megvártjátok, mi az igazi küzdelem. Igen. Ó, Istenem, minden oké, Csem. Figyelj, tehát ma reggel arra ébredtem, hogy morog valami, és azt hittem, hogy a kutya, de nem. Az ég volt, tudod. És 6 órakor szerintem az egész ország, vagy legalábbis a mi kerületünk egyszerre ébredt egy hatalmas dörgésre. Ti már akkor itt voltatok, ezt nem hallhattátok, mert fejhallgató van a fejeteken. De most azóta egy irányba megyek, tehát azt sem tudom, hogy merre van előre. Tehát hihetetlen, így nem akarok soha többé ébredni, köszönöm. Megértem, az nem jó. Na. Hívjuk a nap hallgatóját. Jelző lesz. Ott volt, csak nagyon hallgató. Ott volt. Halló. Halló. Hello, Balázs, ciao. Mondta, szia. Norbi, igen. Megérde, de miért ő a halkan? Norbi, nagyon halk volt. Te miért mondtad ilyen halkan? Hát nem tudtam, hogy... Nem adjuk meg, ezt így nem adjuk meg. Nem, mert aki puha és nem meri bemondani, és így félig bemondom, félig nem, de azért bemondom, de nagyon halkan mondom, hát ha nem, ez így nem. Pedig nagyon jó, amit írtál, Norbi. A kislányom 19 éves, tegnap közölte velem, hogy nem akarja, hogy együtt fürödjük. Az SMS egy szenzációs, de azt tessék bevállalni és hangosan bemondani, mert morning show. De azért lehet, hogy nem ők így, csak halkan mondom. Norbikám, ez így nem. Nem ciki minket hallgatni, vagy ez így egy páron. Hol hallgatsz minket, Norbi? Karcagról. Karcagról. És féltél, hogy valami főnök, vagy munka, vagy bármi? Nem, amúgy pont akkor jött be. Kicsoda? A főnök. Tényleg? És ezért halkultál el, és mondtad, hogy morning show? Igen? Na mi legyen, mit csináljunk? Puha volt. Ezt nem adhatjuk meg, nem? De azt akartam mondani, hogy hát én nem adnám meg. Norbi, van egy csomó ajándékod, de a reklámblokkban. Azokat odaadjuk. Igaz, hogy mondtad, és most kicsit szabálycégünk, de én ezt most bevállalom, mert viszont ennek bátornak kell lenni. Be kell mondani, lesz, ami lesz. Ha mi vagyunk, ha mi nem vagyunk. Ha hallja a főnök, ha nem hallja. Ez, most picit ez a lényege, nem? Ez a lényege, így van. Hogy az ember felvállalja, hogy mit hallgat. Bizony, és bemondani hangosan. Noibi, noibi. Mit dolgozol egyébként? Mit csinálsz? Én hajlítós vagyok. Hajlítós? Az mit jelent? Mit hajlítasz? Lemezeket. Tevetés időt. Tehát jön a lemezésbe egész nap, meg egy mozdulat, jön a következő egy mozdulat, tehát így kell elképzelni nagyjából? Hát, kb. Aha. Jó van, Norbika, nem vagy túlbőbeszédű, nem kínozlak. Ott van jó? Még mindig a főnök. Jó van, nem kínozlak. Köszi, Norbi, ciao. Halló. Ciao. Szia. Ebben nem volt több. Csabi, kell meg zenék? Karamelt hozom most nektek. Őt kedvelitek, ugye? Szeretem, a Pál utcai fiók írója, Molnár Ferenc Karamell. Nagyon jó. Így remek író és remek zenés. Gondoltam, én is mondok róla valamit, hát ezek után már mit? Így van. De ő tavaly bejelentette az évvégi bulián, hogy most egy évig pihen, koncertezni nem fog, hanem csak alkotni, és ennek az alkotásnak az első kézzel fogható, vagy inkább füllel hallható anyaga, ez az elzárt övezet. Ezt hozom nektek. Meghallgatjuk. 16 kedvelésig jutott az instáské. Hát, ez már azon 16 ember titka marad örökre. Amit sikerült az Instára feltenni, de a robotok hamar retapogatták, hogy itt valami csúnya. Ők merték lájkolni. Az összes többi ember egy képernyőt ült, és tátott szájjal nézte, és nem jött el. Csabikám, jó munkát neked a kívánság műsorban. Jó, 555-55-00, a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.